ami ott lesz valahol, csak valószínűleg nagyon-nagyon-nagyon kevés van ebből ezen a bolygón, ezért nem találjuk. De ott lesz, és előbb-utóbb meg is találták. És akkor már volt neve, mert a mengyelejek már elnevezte. Mint arról van szó, hogy nem tudományosan vizsgált meg egy dolgot és derült ki abból, hanem következtetett egy bizonyos analógia alapján. Igen. A mágus Mengyelejev. Ezt de, iskolákban majd így fogjátok tanulni. Mengyelejev jó, Mengyelejev. De nem, Mengyelejev az, nem, Mengyelejev az, egy, az a világ egyik legnagyobb ilyen hatalmas szelleme volt egyébként. Kétségtelen. Egyébként. Senki nem mondja, hogy nem. Valóban. Orbán Viktor is az. Olcsó. Már is témánál vagyunk. Szóval ezzel akartam kezdeni, hogy ugye az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepnapja van, amikor a magyar nép felkelt Brüsszel és a sorosisták ellen. És ez tulajdonképpen mennyire egy olcsó ócska szar Kálmán Olgás poén, ugye? Így, amit mondok. És bazd meg, a miniszterelnök beszéde az ezt tartalmazta. Vágod? Amit én esetleg nagyon szar poén, akit előadok a Mikába. De egyébként nem erről fogunk beszélni, hanem komolyabb dolgokról. Most a 56-os szabadságharcos hősnek a arcát levenném. Nem tudom, hol faszomba kell ezt a szart kikapcsolni. Jó van? YouTube vagy viccet? Hát persze, hogy YouTube. Gyere, kezelt Andor. Gyere, töltő. Igen. Én majd föl szeretnék olvasni nektek egy... Gyere, kezeld Andor. Felszólításra a válasz, igenis, komisszár elvtárs. Kérem, ne végezzenek. Még tanuljuk ezt. Kérem, ne végezzenek. Még tanuljuk ezt. Igen. Pedig azok még régi szép idők voltak, a férfiak, a nők. Ez meta, igaz. Na. Nagyon jó anyag. Nagyon jó. Már is témánál vagyunk. Igen, egy kicsit beszippant, nem lehetne ott középen egy vetítővászon inkább? Olyan, jó kis mackósait élmény. Teljesen. Mit írjak be, komisszár Erten? Beleményi Géza. Áhítat ül az arcokra. Hát miért a te arcok? Hát Beremény az Beremény? Beremény az Beremény. Nincs belőle még egy például. Ja, azt a... Most megnézzük az egész Eldorádot, ez lesz az akkor, azért is szippertes érzelem. Hát jó, kibasznunk veletek. Várjatok. Azt mondja, hogy figyeljetek, Robi, figyeld, ez az a rész, amit mondtam neked a telefonba, de tutira... Kicsit meg van bolondulva. Meg van bolondulva az egér. Barátsom. Szedjétek ki az üvesbe. Amit? Ja. Jó, bocsász. Ebben a másfél perces jelenetben minden benne van. Majdnem más egy. Utána hangos jön. Milyen márka? Nem tudjuk! És kezelni tudják? Igen! Ezek soha nem fognak győzni! Mit akarnak itt? Mindenki azonnal menjen a pincébe! Szét fogják lőni a tankok a házat! Nekem gyerekem van! Nem megyünk sehova! Ők menjenek el innen! Semmi értelme, hogy miattuk itt meghalljunk! Ide figyeljen maga! Igen? Igen maga! Tudja, hogy ki halt meg nekem az előbb? És mit hányan közülünk? Tudja, hogy hány hallak meg most, hogy magának le ne égjen a popájáról a bőr, mert magyar? Nem érdekel! Csináljon másokból áldozati bárányt! Menjen ki az utcára, ott legyen hős! Menjen neki a tanknak máshol! Nem te fogsz meghalni, te szerencsétlen! Mert te bebújhatsz az óvóhelyedre megint, aztán kibújhatsz megint, aztán popászhatsz megint, hanem mi fogunk meghalni, érted? És vedd tudomásul, hogy én akkor is jobban járok, mint te, mert én előbb, mint te, és nem úgy, mint te kukac, mert te sírni fogsz, amikor elővesznek téged. Mert elő fognak venni, ne félj! És azt csinálnak veled megint, amit akarnak,
téged senki sem fog megvédeni, mert senki sem lesz az ilyenekkel kegyes. Dehogy azt itt! Csak kussolni fogtok mindig is lapítani! Nem lesz ilyen nagy pofátok, minden, aminek minden, örülsz! Minden, redőnyöket le! El az ablaktól! Pokrócokat! Figyelem! Pokrócot és vizet! Na, azt hiszem, hogy ez egy igen erős nyitány. És amit majd fel fogok olvasni, az rímel erre, de szerintem egy ilyen egy-két percig beszéljünk erről a jelenetről. Az 56-os filmek azok nagyon szarok. A magyarok valahogy a rendszerváltás után nem tudnak hiteles, szembenézős történelmi filmeket csinálni a közelmúltról sem, meg a távolabbi múltról sem, meg egyébként semmiről. Erről mi sokat szoktunk beszélni a Robival. 56, ugye, hát 56-ról normális filmet csinálni a Kádár korszakban nagyon nehéz volt. A Szerencsés Dániel az egy érdekes kivétel, amit nem is tudom, hogy engedélyeztek annak idején. És hát a Bereményi a rendszerváltás, 88-as film ez, 90-es? Az Eldorado? 89-es. Rendszerváltás korabeli mozi, és hát nem 56-ról szól nyilván, hanem a telekitéri piacnak a mindegy, aki látta, látta, nem az, akinek nem mondom el a sztoriát. 56 az csak egy rövid rész benne, és ez a két, majdnem két perces jelenet, ez szerintem valami kurva töményen magába foglalja ezt az egészet, érted? Tehát ez a másokból csináljon áldozati bárány, te szerencsétlen, nem te fogsz megdögleni, én fogok, te mehetsz a pincébe, majd kijössz onnan és pofászol megint, érted? És azt csinálnak veled, amit akarnak. Az elképesztő, hogy ezt már 89-ben ezt a filmet el lehetett készíteni, vagy mikor készült. 89-ben el lehetett készíteni, valami ilyesmi. El lehetett készíteni, mennyivel szabadabb világ volt, mint most, ha belegondolsz. Most ezt nem lehetne. Hogy lehetne? Hogy lehetne? Hogy lehetne valódi filmet csinálni a múltunkról egy ilyen rendszerben, ami most van? Hogy lehetne? Nem, meg se próbálják. Ez az egyetlen mentség. Nem, talán arról van szó, hogy azért nem próbálják, mert tudják, hogy ez elmúlt. Ez egy illúzió volt. Végig egy illúzió volt ez a polgári Magyarország, hogy ez lehet. De szerintem egyébként nem volt az. Tehát én egyébként azt gondolom, hogy nem volt az. Csak az volt az illúzió, hogy az Orbán Viktor az egy polgár, aki majd elhozza ezt. Erő valójában nem polgár volt, hanem egy ilyen... Első generációs értelmiségi parasztgyerek. De nem, még csak nem is paraszt. Erről ő maga beszél a Fekete Doboz videóban. Még csak nem is paraszt, még csak nem is proli, még csak nem is értelmiségi. Érted? Kaszton kívüli. Igen, mint a magyar társadalom nagy része. Igen, ilyen, hogy mondjam, tehát ez a felcsút, ez így, tudod, agglomeráció külső. Igen. Érted? Most már viszod a vasút. Hát ja. Igen, hát azért most fölvitte, igen. Fölvitte. De, Isten a dolga. De hogy igen. Tehát valójában az volt az illúzió, mert a 2002-es vereség az leégette az értelmiségének ennek. Tudod, az ő kul... Tudod, 98 és 2002 között egy olyan Orbán Viktor volt az ország miniszterelnöke, akinek a kulturális máz rajta, az olyan vegyértékeket hordozott, mint a Cseh Tamás. Ja, ja, ja. Meg a Bereményi Géza. Ja, ja, ja. A balliberális tábor már akkor fasiszta. Most meg... Hallod? Már akkor fasiszta. Emlékszel rá? Akkor jött ez, hogy ez ilyen keresztény nemzeti turulós fasisztoid lófasz, pedig akkor még nem volt az. Ez a poér aztán beteljesült. Ezek az áldott ezt pillanatok. Kapták. Ezek az áldott pillanatok, amikor mint ez a 89-on akkor egy ilyen filmet meg lehet rendezni. És 56-nak és tudod, mi az elképesztő, hogy most is meg lehetne rendezni, de Magyarországon nem lehetne bemutatni. Tehát külföldön kéne bemutatni egy ilyen filmet. Most is el lehetne készíteni. Hát ott meg egzotikum vagyunk. Érted, most mit akarsz? Magyarul? Ki fizet, érted, azért igen. Külföldön? Hogy a Melbourne-i magyarok majd megnézik, érted? Abban is az öregek. Tehát igazából nem lehet szembenézni, most már nem lehet szembenézni a múlttal. Most már ez az egész NER, ez az egész rendszer mindent feltett arra, hogy nem szembenézünk, hanem ráiszunk. Világos. Rázabálunk, rálopunk. Na. De rávállalkozunk, tehát itt már analízisre nem kell számítani. Ezt érzem. De az történt, mint mindig. Tehát most föl fogok Hanvas Bélától egy idézetet olvasni, aki ismer engem, ismeri, mert ezt megírtam, már föl is olvastam, és sokszor megírtam.
Ez egy olyan idézet, amit 1988-ban olvastam először, még kéziratban. És utána különböző értelmiségi körökben felolvastam, vagy odaadtam. Jobboldali, liberális, baloldali, mindenféle értelmiségi körökben. És mindenhol a mérhetetlen felháborodás fogadta. Felháborodás. És ebből tudtam, hogy itt valami nagy, Hamvas Béla valami nagyon-nagyon-nagyon lényegit elkapott. Következő ez a szöveg, néhányan mondom, ismerni fogjátok. Ez az Interjú című írásából van, ahol saját magát interjúolja meg. Sok mindenről szó van benne, Kelet-Európáról, a szellemi életről, a munkanélküli munkájáról, az ő szellemi útjáról, a marginalitásáról, de van egy 56-ról egy rész, tehát ez valószínűleg a 60-as évek elején íródott ez a dolog. Hogy mi történik ma itt, azt tudjuk. 1956-ot az egész irodalom, az egész sajtó, a zene, a festészet, a művészet, a társadalom, a tudomány, a politika elárulta. Minek árulta el? Annak, hogy élni csak kell. Senki nem mert meghalni, mint az orosz tankok alatt a munkások és a diákok és a gyerekek. Költő, írás, szobrász, zenész, festő, orvos, tanár, mérnök, miniszter, katona, paraszt, munkás. Soha még nép nem volt ilyen elhagyatott. Semmiféle vagyon, hír, hatalom nem ér annyit, mint amennyit mindezért most fizetni kellett. Nincs az életnek olyan mélysége és magassága, amely ez alatt az árulás alatt ne roskadna össze. Egy év múlva már úgy éltek, mintha semmi nem történt volna. Mintha egy hitvány és korrupt, nyomorult és züllött, tisztátalan és aljas népben egyszer, egyetlen egyszer és egyedül, az egész földön egyedül nem ragyogott volna fel az igazság, és nem mondta volna ki egyszer és egyhangulag mindenki, aki itt él 200-szoros túlhatalom ellenére. Aki ezt elárulta, az már nem hitvány, és nem aljas, és nem korrupt, és nem nyomorult. Tovább élnek, és énekelnek, és festegetnek, és szónokolnak, és tanítanak. Tényleg semmi nem történt. Évek óta azon gondolkodom, ha még valaha a történetben az igazság szóhoz jut, mit fognak mondani arról az időről, ami 1956-ot követte. Azokról az emberekről, akik zenét komponáltak, és képeket állítottak ki, és színpadon játszottak, jó ízűen ettek és ittak, ahelyett, hogy fogukat csikorgatták volna. Nem írni több, mint írni. Ahelyett, hogy elvonultak volna kapálni és fát vágni, édes volt nekik az érvényesülés és a pénz. Eleinte azt hittem, hogy a mai nevek csak azért maradnak fent, hogy azokat még 1000 év múlva is leköpjék. De túl jól ismerem a magyarokat. Azonnal elkezdtek mentségeket koholni, elkezdtek sugdolózni, hogy mennyire szenvednek, miközben vastag összegeket gyúrtak zsebükbe a lipapecsenyén hízott vértanúk. Fogadok, hogy a történelembe, mint mártírokat jegyzik fel őket, e koszos és ripők söpredéket, dicsőítik egymást és bevezetik egymást a történelembe, óvatosan Berzsenyi és Csokonai, Petőfi, Bartók, Csontvári, Arany és Kemény közé, ahelyett, hogy rém példaként mutogatnák őket a panoptikumban. Íme, akiknek drágább volt a selyemnyakkendő, mint 1956. Mintha életnek lehetne tartani azt, amit ezek élnek. Mintha költészet és zene és dráma lenne az, amit ezek csinálnak. Mintha lehetne ilyen feltételek között élni, akár csak hivatalban vagy gyárban. Persze élni kell. Nagyon nehéz. De ha nagyon nehéz, hát nagyon nehéz. Elrejtőzni és hallgatni és napszámos munkát vállalni és fogakat összeszorítani és nem lázadni, vagyis igenis lázadni és nem engedni, és átkozott és bőszült görcsben élni és nem engedni. Hol van ma az a név börtönökön kívül, ami nem ragad a mocsokból? Majd igazolják őket, lemosogatják őket, bekerülnek a lexikonba, az irodalomba, a kultúrtörténetbe, mint akik magas esztétikai értékeket valósítottak meg. Milyen történelem lesz ez? Engem ez nem elégít ki, a kérdező mondja, ki szintén saját maga. Már néhányszor elmondtam, Oroszországban is az történt, ami másutt és mindenütt, ahol valaha forradalom volt.
A baloldali demokratikus testvériség forradalma nem tudta magát tartani, és mint Athénban, és Rómában, és Londonban, és Párizsban, a demokratikus és felszabadító egyenlőség forradalma egyéni diktatúrává és jobboldali privilegizáltak önkényuralmává lett. Ez történt Oroszországban Sztálinnal. Ez az, amit nem szoktak tudni, sőt ez az, amit nem szabad tudni. Oroszországban 1924 óta fasizmus, vagyis jobboldali diktatúra van, és ez azonnal felismerhető, és minden ismertető jeléről azonnal megállapítható. A baloldaliság mindössze az a hazugság, amely ezt az állapotot elviselhetetlenné teszi. Ezt a hazugságot hozták ide a háború után, és 56-ban ez ellen a hazugság ellen kelt fel ez a korbácsra és ikára született nép. De Magyarországon mindig ugyanaz történik, mindegy, hogy itt milyen kormányzat van. Azért a véres moslékér, amit 56-ig folyt a bolsevizmus, nem vonható felelősségre, és ami azóta történt, azért sem a kormányzat felel. A nép az emberi igazság nevében felkelt a bolsevizmus ellen. Ha a forradalom győzött volna, akkor sem történt volna más, mint ami van. Igaz, hogy a forradalom következtében örjöngő gazságnak bizonyult a bolsevizmus, de továbbra is az történt, ami ezer éve a nagyidai cigányokban. Vezérelv, mindenki meg akarja szolgálni azt, amit elsején kap, és olyan világnézeti elveket táplál, amelyek jövő havi fizetését is biztosítják. Nem munkából, hanem hazugságból élünk. Egyetlen ilyen lény, merő jelenlétével ezer ember életét mérgezi meg. Ami Magyarországon történik, annak semmi köze a bolsevizmushoz. Ahogy a 20-as években semmi köze nem volt a keresztény nemzetiességhez, később a fasizmushoz. A behódoltaktól való undorom olyan erős volt, hogyha elvben azokkal meg is egyeztem volna, a világért sem álltam volna közéjük, nehogy azokkal összetévesszenek. Nem lehet itt semmit a fehérekre vagy a vörösökre hárítani. Az elaljasodásnak minden kedvezett, és semmi egyéb nem volt, mint elaljasodás. Ha a forradalom győzött volna, akkor se lett volna más, sőt, akkor jöttek volna a magyarok. Hát hitattal hallgattuk a proféciát. Mondjuk kicsit mindenbe is igazolódott, amit mondott, de hozzá kell ehhez tenni, hogy Hanvas Bélát hallgatni mindig olyan, mintha egy arkangyal szólna. Mert mintha nem köztünk járt volna. Ő az az igazság, hogy az ő mércéje szerint például a Tótéknak sem lett volna szabad megszületnie. Mert Fábri is elárulta a forradalmat. Nem a Fábri. Örkény. Az Örkény. Ja. Az Örkény. És mivel, hogy az Örkény is áruló, és az Örkény is, kiegyezett... Hízott vértanú. Igen. Akinek bemutatták a híres darabját Európa szerte, és nem is gondolta, hogy pont a Tótékat fogja annyira fölkapni a hírnév. Megkötötte a maga alkuját, de egy abszolút vállalható alkut Acél Györggyel. Az Örkény. Akkor még nem ez volt Acél. Az már csak így a 60-as évek. Hát azt tudjad, hogy a halálos ágyán az Örkény még az Acéllal vitatkozott. Azt tudom. Azon, hogy maradhasson, vagy... Na, hát világos, de én az 56 utáni konkrét... A tótékat... Acél az már a konszolidáció gyermeke. Igen, de a Tótékat azt az Acél az átengedte. Az az Acélnak a jóváhagyásával, és képzelheted, hogy mennyi minden volt benne a Tótékban, amit az Acél kivett. Érted? De most tényleg? Biztos lehetsz! Biztos lehetsz! Amiért ez a fasisztákról szól, nem? Az állaimítás, tudod? Tudod, az az igazság, hogy az Acél Györgyöt a legnagyobb hiba lebecsülni, vagy alábecsülni, érted? Persze. Tehát, hogy így ő azt nem értette, mi. Mondd azt az alkoholista költő. Na szóval arról van szó, hogy megkötötte az alkuját, az Örkény az Acél Györggyel,
de ez egy vállalható alku volt, és egy olyan alku volt, ami meg, a, hogy mondjam, megérte megkötni az alkut, hogy megszületett a tóték. Meg az Isten hozta őrnagy úr. Már csak ezért megérte. Világos. De az életművet ne is... Ebben te is ambivalens vagy. Úgyhogy ebben a groteszkben az őrkény az egy világirodalmi nagyhatalom a Mrozsek mellett. Tehát ő a kis Mrozsek. Igazából. Szerintem van olyan jó, mint a nagy Mrozsek. Szerintem meg nincs. De most ez... Jó, mindegy. De ez már ilyen irodalmi. De ez most már mindegy. Most nem ez a lényeg. Nekünk egy... És érted, a Hanvas meg most mond átkot erre. Tehát, hogy a... Ja. De érted? Ez ugyanaz, amit te 56-ról szoktál dumálni, érted? Ha 56, ha nincs 56, akkor nincs kádári konszolidáció, akkor itt ez a Rákosi féle szar, érted? Ilyen Ceausescu-szerű Magyarország van. A rendszerváltáskor ennek akkor lehet, hogy egyenes gerincel bazd, meg itt forradalom van és tisztító tűz, viszont nem készül el a ötödik pecsét, meg a, mit tudom én, Isten hozta őrnagy úr, érted, nincs Pilinszky, nincs, egy csomó minden nincs, érted? Ambivalens, nem tudjuk megítélni, ez a helyzet. Vágod? Egyébként Kondor Bélára gondoltam, aki acéllal egyszer egy ilyen közös asztallal más költőkkel, meg ő ugye képzőművész is volt, és költő is, és a, bár nekem a képei tetszenek, a versei nem, és Matta Alkesz volt, tehát ilyen liter pálinka naponta szintű csávó, és akkor így az acélnak mondja, hogy Apfelkám, te voltál a velencei Kalmárban a harmadik zsidó. Ilyen részeken egyszer így ilyen poénból, érted? Na, erről tudni kell, hogy az Acél György az színjátszó körös volt a kommunista párton belül is. Cseréljünk. Fogjad. Na, tessék. Fogjad be. Halló? Egy. Igen. Nagyszerű. Már is jobb. Azt hiszem, hogy most jó. Nem jó? De, most éppen jó. Na, úgyhogy szerintem éppen jó. Ami a továbbiakat illeti, azt hiszem, hogy most kitöltöttük a lyukaszászlón lévő űrt, és berakhatnánk esetleg Gurmai Zita vallomását. Nem kell röhögni, valakit molesztáltak! Vagy mi? Várjál, még mielőtt beraknád... Mindenki belefagyott a PC, ugye? Még mielőtt... Robi! Hello! Még mielőtt beraknád a farkadat a... Gurmai Zitának a YouTube csatornájára? Addig azért szeretnék valamit mondani, hello! Addig ne rakd be. Mert szerintem ez egy kurva érdekes dolog. Figyelj, Szobi! Most kim van a farkam, éppen felrakom a... Igen, bocs. Nem egy ilyen antiszociális, amilyen szoktál most az egyszer. Kivételesen október 23-a... De most? Igen, csak figyelj ide, nézd. Még 56-ra visszatérve annyit, hogy nekem, ez nektek is mondom, ez tényleg így van, hogy mi ma a MeToo-ról is fogunk sőt, a MeToo-ról beszélünk többet. És én is nyakig beleléptem ebbe az egészben. Én az ellenforradalomban. És közben meg 56, október 23. És nekem ez döbbenetes élmény, kognitív módon, érted? Tehát olyan távol van a kettő egymástól, értitek? Tehát 56, én ebben nevelődtem. Az apám a kis nemzeti színű szalagocskáját, amit a sapkarózsa helyén a Rákosi sapkarózsát letépték, és ott viselt, az egy kis ékszeres dobozba őrizte. Tehát nekem 56 ilyen családi dolog is. Meg az egész államszocializmus, abban nevelődtem, De hadd mondjak valamit, ami aktualizálja a dolgot. Akarok beszélni. Én értem, csak hadd aktualizáljam. Marton László számára, tudod, hogy az a kis sapkarózsa, amit föltűzött a faterod, az ő nézőpontjából nem különbözik a Waffen-SS-nek ettől az ilyen SS jelvényétől. Érted? De miért? Mert ennyire DK-s. Most komoly? Aha. Hát akkor megérdemelte, amit most kapott. Nem, ez a rossz következtetés. Hát de kár örömmel gondolhatok rá, bazd meg, attól még, nem? Jó, egy nagyon DK-s rendező, hogy mondjam, most már nagyon sok minden kiderült vele kapcsolatban. De várjál, mielőtt még a Gurmai Zita bekerülne, mondja, el akarom mondani, figyelj.
olyan távol, én olyan időbeli, most komolyan figyeltek, olyan időbeli távolságot érzek, 56 meg a Kádár korszak, és a MeToo kampány között, de nem konkrétan a MeToo-ról van szó, hanem a mai világról, olyan, mintha egy másik dimenzióba léptem volna át, mintha egy világba nevelődtem volna, és mind teljesen más, érted? Bazd meg, nekem még gyerekkoromban, vagy nekünk gyerekkoromban volt olyan rádiónk, amit meg az 50-es években a szüleim kaptak NASA ajándékban, ilyen lemezjátszó volt a tetején, amik 75 fordulatos faszomat is vitt, és ilyen csöves rádiót, ugye? De nem az csöves, hogy hajléktalan, hanem nem is az, hogy rocker, hanem hogy ilyen nem tranzisztorok voltak benne, hanem ilyen nagy üvegszarok, értitek? És most meg mobiltelefonom van, ami meg tudom nézni, hogy mit tudom én, mi van Ausztráliában éppen most. És nem érzem azt a távolságot a csöves rádió meg a mobilom között, mint 1956 és a MeToo kampány között. Tehát nekem tök olyan élményem van, figyelsz, mint hogyha egy másik ember, egy másik történelmi, nem is tudom, ilyen idősávba léptem volna, vagy időutazó lennék. Csak azt nem tudom, hol vagyok otthon, valószínűleg sehol, de hogy ez a pár évtized, ez ilyen megváltoztatta a kultúrát, meg az emberiséget, meg mindent. Paszki. De tényleg, döbbenetes. Erre basztatja a mobilját. Szóval nekem ez az izé, értitek? Tehát, hogy itt néztük, hogy 56-ban meghalnak a csávók, én meg, és most meg MeToo kampány. Igen, a MeToo kampány. Értem, lépjünk a... Igen, ennyi de a tétje. A 21. Ja, század, nem, nem érted, nosztalgia. A 21. század forradalmai, azok a Twitteren zajlanak, meg az Instagramon. Ez érted? Ez elképzelhető. A te számodra. A te számodra. Jó, igen. Jó, tudom, te most születtél. Én éppen éve. Most. Ja. Igen. Ja. Te folyamatosan újjá születsz. Újra nemzet magad. Újra magamhoz. Saját magodból leszopod magad, és nemzed magad. Újra öntudatra ébredek. Újra felébredek a volán mögött Újpesten, hogy a faszba kerültem ide. Én csak azért említettem Marton Lászlót és a DK-ságot, meg a DK-ságot. Mert most mi történik? A liberális szabad csapatok éppen fölfalják saját embereket. Egy holokauszt sérült, DK-s, rettegőt, egy gyurcsányista rendezőt, olyas valakit, aki a modern korában egy nagy ember volt, jön a posztmodern, és már nincs értelmezése. Nincsen értelmezése. Itt a primer inger fölgerjed, akkor az már, ott már semmi más nincs. Mindent elsöpör. Érted? Ez lett az új politika. Hurcoljuk meg Marton Lászlót. Mert Marton László mit is csinált? A konkrét esetben, aki a Schilling Árpádnak a felesége. Sárosdi Lilla. Na igen, egy idézetet engedjetek meg, hogy felolvassak Schilling Árpádnak az interjújából. Most következik. Szégyelli magát mindazért, amit férfi társai elkövettek a múltban és jelenben. Ő maga maximálisan ellenzi a hatalmi erővel való visszaélést, akár nővel, akár gyerekkel, akárkivel szemben. Ezt írja a hvg.hu a Schilling Árpádnak. Az eredeti szövegét olvast fel, Robert. Nem, az eredeti, erről csak tudósításunk van. Erről a HVG tudósít. De fönn van a neten. Igen, a HVG tudósítása. Minden bűn mögött... Nem, az egy másik, van. Az egy teljesen másik idézet. De állandóan ezt mondja... Nem érted, de ez egy másik. Tudom. Most mást mond. Ugyanazt mondja. Nem. A felesége is beszél itt. Szégyelli magát mindazért, amit férfi társai elkövettek a múltban és a jelenben. Jellemző, hogy a nőkért nem szégyelli magát. De azok nem tudom. De várjál, mennyire univerzális az embersége itt valakinek. Hoppá. De, tehát érted, a nőkért nem szégyelli. Tehát ő verbálisan még nem fenyített be senkit. Csak fizikailag. És ezért meg tudja érteni. Mert ő egy ekkora állat. Vagy nem, mindössze fasza van. Na mindegy, Schilling Árpád így folytatja a tudósítás Schilling Árpádról. Ő maga maximálisan ellenzi a hatalmi erővel való visszaélést, akár nővel, akár gyerekkel, akárkivel szemben. A
Az akárki, az, akárki az, azok vagyunk mi. Fehér férfiak. Igen. Vagy valami ilyesmi. Nem, az akárki az a feka. Még velünk szemben is. Akárki se van. Jó, igazából, jaj, valójában egy feka férfi az akárki. Fekete, igen, a feka férfi az akárki. Mi pedig a patriarhátus. Én jártam egy szarapul. Na. Férfi társai elkövettek a múltban és a jelenben. Igen. Feleségéről azt mondja, ma már nem ülne be abba az autóba, és ha még egy hímtagot mutatnak neki, amivel nincsen dolga, azt egyszerűen tőből leszakítaná. Gondolkodás nélkül azt hiszem. Tehát itt van egy nő, aki egy térbe kerül egy fasszal, ami nincs lefedve és letépi. Na most ki az itt, az volna a kérdésem, hogy ki az itt, akinek problémája van a mondjuk 68-al? Vagy a szexuális forradalommal, hogy más nem mondjak. A szabad szexel. Ugye előkerül egy fasz és letépi. Ez valami egész másra utal. Ez az inkvizíciónak, ez a Szent Ligának a képe a világról, nem? Robi, az az igazság, hogy a viktoriánus kori Angliában a szék és az asztallábakra harisnyát húztak. Azért, úgy kell. Mert mesztelen csupasz lábakat nem mutatgatni. Nem, arról van szó, hogy annyira frusztráltak voltak az emberek azon a szájba baszott szigeten, hogy már megláttak egy asztallábat, és ki akarták verni a faszukat. És így nem lehetett kormányozni egy országot. És ezért harisnyát húztak rá. Eleve ráhúzták a harisnyát, és azt mondták, hogy nyugalom van, baszd meg, most nem vered a faszodat. Most is ez kéne, és nincs molesztálás. Ja. Nincs molesztálás. Egyébként szegregálni, érted, nincs koedukált iskola, mi a fasz, hogy nők, férfiak egy iskolán? Nem. Külön nőiskola, külön férfiiskola. Nincs tegeződés. Na jó, csak egy valamit hadd mondjak el. Ott kezdődik a baj, hogy tegeződik egy nő meg egy férfi, ott nincs a nőnek becsület. Szóval, hogy az az érdekes, amikor leszalámízzák a saját értelmiségünket. Most történik ez. A bal oldal, vagy a liberális oldal, ezt már nem lehet elválasztani egymástól. Emberáldozat. Mert ez már így teljesen... Most a saját értelmiségét marcangolja. Legkeményebb élmény. Bocsi, ilyenkor van az, hogy a magunk fajta csak egy kávét kér. Nem mi, nem mi. Mi nekünk felelősségünk rosszul van ezzel látod. Kapcsolatban is. Rosszul de a magunk látod. Fajta cinikus gecik, akik az persze ugyanazt gondolják, de az se, amit mi, azok csak egy kávét kérnek. Egy kávét, bazd meg, én egy jegyet a Marsra, bazd meg a földbolygóról el, kávét a lúgat. De nem a Vénuszra, igaz? Hogy nem a Vénuszra? Nocsak, valaki a... Ezt megtapsoljátok, mi rohadékok, a hangos, vödös csőcselék. Na, az ilyenekről szólt az Eldorado című film. Na, már nem az, aki ott meghalt, a hős, nem na, az, aki ott... Szóval azért beszéltem a Martonról, meg erről várjál, a... Várjál, Martonról akarok én is. De helyes. Azért beszéltem a Martonról, mert a Marton, akit most lemészárolnak. Aki a holokauszt sérült, eddig rettegő zsidó volt, aki mindig kirekesztett embereket, mindig. Honnan tudod, hogy zsidó? Vajon? Beütöttem a nevét az IGDB-be, és ezt adta ki. Azt hittem a izé. Szóval... A metapédia, a magyar zsidók a közéletben. Igen, az egy másik, az egy másik. Kánon. Mi még nem vagyunk ott, Robi, mi még nem vagyunk ott. Az egyikben érdekes módon mindig a zsidók írják be a zsidók nevét, a másikban meg a nem zsidók írják be a zsidók nevét. Igen, és nem azonos a két név sem. De hatalmas az átfedés a két lista között, ugye? Hívhatjuk úgy, hogy az átfedést, hogy az már zsidó, ugye? Na, hát most ebben az esetben, hogy Marton László mindkettőben benne van, érted? Így most az a szituáció, hogy welcome to the 21st century. Értitek? Tehát, hogy ez most már végképp nem a 20. század. A 20. században ennek már beszéltem. Semmi értelme nem lett volna. 56. Hogy végre most tényleg átléptünk, mert hogy igazából az első átlépés az a de tudod, hogy milyen csodálatos? Na. A World Trade Center elleni merénylet volt, ami kijelölte az új doktrinát. Az már nem volt a 20. század. A 21. századnak, az volt a 21. század. Az volt a 21. századnak. A 21. század első pillanata az volt, amikor az első repülő beleszakadt a izébe. Így van. Az első toronyba. A nyitány. Igen. Láttad a 2001 gyűrődő sziát?
A Kubrick film a... Körülbelül úgy reagáltam, ahogy a filmet, így a film is így előadta magát. Bocs. 2001, és az emberiség kiút az űrbe, és felveszi a kapcsolatot az idegen intelligenciákkal. Jósolta meg Arthur C. Clarke. Ehhez képest 2001 fölrobbantották a muszlim bunkókba az meg a World Trade Centert, de úgy, hogy egy konyhakéssel nyiszálták a kapitánynak a torkát a repülőgépen. Vágod a különbséget? Idegen intelligenciákkal való kapcsolatfelvétel és magasabb kultúra. Érted? Ehhez képest World Trade Center. Ez volt az igazi 2001. Milyen irónia ez, baszkikám? És így léptünk be a 21. századba. De visszatérve Martonra. Ő a magyar Weinstein. Nekünk mindig van valami magyar. Tudjátok, a magyar Bud Spencer volt szegény, megboldogult bújtor. A magyar tenger, a Balaton. Hát most van magyar Weinstein. Jó, erről várjál, a Weinsteinről még... Jó, mondjad. Na, figyeld. Weinstein. Hát, Weinstein az álneve, az igazi nev az Weinstein. És én találtam róla szakirodalmat. Megtaláltam, hogy honnan jön ez az egész. És ez a Julius Streichernek a Der Stürmer. Ismeri valaki ezt a folyóiratot? Fölkisebbaubachter? Igen? Igen? Szóval, Julius Streicher, akit szegény fölakasztottak 46-ban háborús főbűnösként, ő írt egy novellát, és az a címe, hogy Mérgező ujjak. És ott már megjelenik Weinstein. Ezt akarom nektek felolvasni. Pillanat. Ez mi a fasz, ami megy ott? Ja? Igen. Nagyon jó. Várjál, nem találom. Kiesett a iző. Robi. Figyelj, megvan, megtaláltam. Figyeltek, itt van Weinstein. Itt van. Figyelj, tehát, hogy valahol, figyelsz? Visszaköszön a... Hát bazd meg, így menjetek a rettes picsába, hozzunk, szedd már ki ezt a faszommal. Beszéljél, olvassál! Hát így nem figyelnek a lényegre, hanem ezt a szóval is nézzük. Hát most a bújtorról beszéltél éppen. Figyelj, Andor, ki leszel rúgva, ha De nem beszéljél észre, hogy itt van Bereményi Géza. Vegyed már észre magad. Nagyon nagy dolgok történnek éppen. Most szétrolkodod? Most a Weinsteinről akarok olvasni, te. Weinsteinnek voltak előképe is. Figyelsz? Jó. Addig nem olvasom, amíg ez a szar megy a hátam mögött. Léci, kapcsold ki. Vagy szétrolkodom az egész műsort. Kapcsold már ki azt a szart, vagy lehajtom azt a folt, bazd meg. Na, helyes. Figyeljetek. Ki vagy rúgva a szágod? Figyeljetek. Szexuális zaklatás. Vicceltem. Ne, hogy már lemenjél. Világért se. Hagyjad már. Na, Andor, jó, 20%-ot levonunk a pénzedből, és meg vagyunk. Szóval, na, egy kis ízelítő a mérgező ujjakból. Inge a zsidó orvos várószobájában ül. Sokáig kell várnia. Szeme végig siklik az asztalon heverő újságokon, de túlságosan ideges ahhoz, hogy olvasson. Eszébe jut, amit anyja mondott neki, és gondolatai ismételten visszatérnek a Német Leányszövetség vezetőjének figyelmeztetéseihez. Német lány ne menjen zsidó orvoshoz. Sok lány, aki zsidó orvoshoz fordult, bajba jutott és szégyen lett osztályrésze. Inge már egy órája várakozik. Újból a kezébe veszi az újságot és megpróbál olvasni. Ekkor nyílik az ajtó. Az ajtóban megjelenik a zsidó. A lány felsikolt, rémületében kiejti kezéből az újságot, borzadva ugrik fel, szeme az orvos arcára mered. Ez az arc az ördög arca, középen nagy görbe orral. A szemüveg mögött felcsillan a zsidó bűnös tekintete.
Az orvos vastag ajkán kaján vigyor, mintha csak ezt mondaná. Végre a kezembe kerültél, te kis német lány! A zsidó Inge felé közeledik, kinyújtja vastag ujjait. Inge azonban hirtelen összeszedi magát, és még mielőtt a zsidó megragadhatná, arcul csapja, egy ugrással az ajtónál terem, lélek szakadva rohan le a lépcsőn, és kimenekül a zsidó házából. Szexuális zaklatás, és egy találós kérdés... Mindannyian megkönnyebbültünk, hogy végül Ingét nem sikerült megbaszni, mert ilyet fasszal. A Weinstein sztori előzménye, érted? 1930-as évek Németország. Legalább az Ingét megbaszták volna. Hát ez az. A máshogy megbaszták. Az... Akinek nem Inge, ne vegye magára. Ha, de vicces. Szóval, ami a... Ami az érdekes, az a na jó, nagyon köszönöm, hogy újra indult a show. Ne, ez a gyarmatiságunknak a teljes felhozatal van. De mi a faszom ez a klip? Nem érted? Amiről beszéltünk. Csak nézd egy kicsit. Hát látom. Ez komár. Ezt nem tudom ki. Nagyszerű. Ez a mi kis gyarmatiságunk, és most jön Gurmai Zita, tényleg az ő vallomásával. Még mielőtt jönne Gurmai Zita, még az Ingéhez, meg a zsidó orvoshoz visszatérve, mit gondoltok Magyarországon, mikor volt az első munkahelyi szexuális zaklatás elleni per? Szerintetek? Jó, úgyse tudjátok, mert hülyék vagytok, 1941-ben. És mit gondoltok, milyen párt csinálta, milyen párt állt mögé? A Nyilas Keresztes párt. Mert modernista volt. Érted? Honnan tudtad? Ott voltál? Nekem ezt... Nagyon belefeledkezel a beszélgetésbe, helyet cseréltek előbb-utóbb. Ő vele? Igen, úgy. A Nyilassal? Előbb-utóbb, igen. Na, Gurmai Zita. Nem ez a gyakorlat. De ez szomorú témám, Robi, a zaklatás. Na jó, figyelj, a zaklatás az az, és főleg a Gurmai Zitával szembeni zaklatás, ami hány éve történt? 50? Még egy előző eonban. Ez a rövid? A rövid. Én is áldozat vagyok, ezért csatlakoztam a kampányhoz. Országgyűlési képviselő voltam 2003-ban történt egy NATO szemináriumon, ahol hamarabb kellett elindulnom, és egyedül mentem fel a szobámba, miközben mindenki a teremben tartózkodott. Arra lettem figyelmes, hogy megérkezik egy úr, egy diplomata a szobába. Berohan a fürdőszobába, elkezd fésülködni. Majd a következő pillanatban rám vetette magát. Nem szeretném ezt az élményt még egyszer megtapasztalni. Az Európai Unió ratifikálta az isztambuli egyezményt. Ciprus és Németország a héten ratifikálta. Vajon Magyarország mikor fogja? Mindent meg fogunk tenni azért, hogy Magyarország is ratifikálja. Büntetni kell az elkövetőt, segíteni az áldozatot és felkészíteni a rendőrséget. Hát ez nagyon, ez nagyon meggyőző volt 54 másodpercben, nem derült ki, hogy történt elemi erőszak. Hát azt tudjuk, hogy a hősünk az vetődött. Tehát a vetődés, de most hagyjuk ezt 2003-ban történt, akkor ez még Gina Lolo Brigida volt. Jó. Érted, úgy kell elképzelni, most érted, jó. Most bocsánat. Na. És ekkor rávetette magát, tehát volt egy vetődés. De érdekes módon ezután erről már nincsen szó, rám vetette magát, és isztambuli szerződés. Már is ugrunk az isztambuli szerződésre, ugye? Tehát nem az történt, hogy rám vetette magát, belém hatolt, és belém gecizelt, úgyhogy 5 percig reszelt, úgyhogy közben szétverte a fejemet, mert különben kapálóztam. Tehát nem ez a sztorim, ugye? Hanem most szezon van, most Mikulás van, vagy nem tudom, tudod, vannak ezek az ilyen húsvét van, tudod? Vannak ezek az ilyen szezonok, amikor valami gerjed, érted? Most szezon van, most mindenki me too, akinek van sztoria. És hát mindenkinek van sztoria. Mindenki látott már faszt. Nem érted? Biztos. Nem biztos.
Itt valójában a fasz látványa az, ami a baszással egy. Az vágod? Tehát itt már arról van szó, hogy ha előkerül egy fasz, ami egy igen primitív dolog, az már a nemi erőszak egy neme. Ami hát nem igaz. Már csak azért sem igaz, mert mondjuk így attól, hogy látsz egy faszt, azt így, tehát azt tudod, hogy ez se lesz sokáig így. Tévedsz. Most akarja a Momentum mozgalom, ezt az ügyet találta. Így az olimpia. Olimpia után ezt az ügyet találta. Most akar benyújtani egy büntető törvénykönyv módosítást, hogy a fasz elővétele az már a nemi erőszak egy neme. De várjál. Tehát, hogy most a Momentum, tehát, hogy így, hogy ez el is elképesztően rövid nap volt. Tehát, hogy így ez is egy olyan kurva elképesztően rövid nap volt, hogy így följött a Momentum a horizonton ott, és hogy így senki nem gondolta, hogy ilyen kurva hamar lemegy ott. Érted? Hogy így nem tudjuk, milyen bolygón vagyunk, de itt kibaszott rövidek a napok. A Merkúr. És legközelebb majd valami Merkúr. Nyilván azért. Mi másért? Aki most rölgött, azt takarodjon! Szóval nem kell lesz! Szóval, Roli! Nézd, Robi, el vagy maradva nagyon. Te ilyeneket mondasz, hogy a fasz kivétel a nemi erőszak. Tévedsz. Ma olvastam cikket, hogy a nézés is. Hát, most ne nézz rám így, bazd meg, mert megerőszakolva érzel. Ha fasszal nézel, ha a harmadik szemeddel neked, nézel, jó, nem a harmadikkal, a nulladikkal. Ha a nulladik szemeddel nézel, az... Ha egy férfi tárgyasító tekintetét a nőnek egy intim zónájára helyezi, járművön, köztéren, az már a nő jogainak elvétele. Bilincs! Fasz vagy bilincs! Ez a nagy dilemma, a 21. század nagy dilemmája. Lealacsonyítása és az erőszak előszobája. Fasz vagy bilincs! Olvastam a HVG-be. Tényleg, ez egy férfiak! Férfiak, Schilling Árpád megjött és jelzi, hogy itt van egy út elágazódás. Mert az erős mémeket visszük magunkkal a 21. századba. Út elágazódáshoz érkeztünk, egyik irányba megyünk, ott van a fasz, a másik irányban pedig a bilincs. Mosoly és bilincs volt egy ilyen film, most fasz és bilincs lesz a remake, amit Puzsér megcsinál. Puzsér a fasz, Schilling Árpád rendezi. Nem, valójában arról van szó, hogy valaki le akar tépni egy faszt azért, mert nem bírja a látványát. Hát akkor ne pornozzon. Valaki politikai mozgalmat akar építeni arra, hogy ne lehessen látni faszt felnőtt embereknek. Férfiaknak vagy nőknek semmilyen körülmények között. De te most áldozik. És büntetendő legyen az, hogy valaki beül egy autóba, hogy őt hazaviszik, és ott előkerül egy fasz, és ezért áldozik az illetőt... Áldozatú vagy. Ezt így hívják. Én készültem. Én meg tudod, hogy mit érzek? Hogy... A bilincset. A kezedem. Ami kattanni fog itt kint, hogyha kivészel. Tudod, hogy mit érzek? Hogy a gender elmélete, amiről mostanáig beszéltünk, hát elég sokat, az most lép át a gyakorlatba. Itt ért véget az elmélet, és itt kezdődik a gyakorlat. Nem reklámozod a barátod cikkeit ez ügyben? Mert most jelen pillanatban egyetlen ember van az országban, aki ezzel szembefordult. Egy bizonyos Farkas Attila Márton nevű izé. Seggfej, aki majd a pofájára... De én ismerem az illetőt. Érted? Én ismerem az illetőt. Tegnap jött ki a cikkem, ami itt hivatkozót is ismerem, meg a hivatkozottat is. És elég viszonylag nagy az egybeesés. Az egybeesés mértéke 100%. Jó. Ami pedig zajlik, és most már nevezzük meg, hogyha van ennek az estének neve, vagy ideológiája, amellett, hogy 56-ra emlékeztünk, az, hogy a fallosrombolásnak a stádiumába lépett a közösségi kultúra. Ez a szituáció most. Fallosrombolás, módszeres fallosrombolás zajlik, és a fő ideológusa az valójában a Schilling Árpád, még csak nem is a felesége. Magyarországon. De hogy valójában ők. De várjál.
Figyelj, Robi, csomó mindenről beszélünk kell. Egyrészt. Figyelj. Engedd meg, hogy még egyszer felolvassam. Kérlek. Jó. Mivel, hogy jó, te is. Jó. Utána mondok valamit. Na, olvasd. Nos. Amikor nőket látok szenvedni, férfiak sziluettjeit látom a háttérben. Na, ez az. Amikor gyerekeket látok szenvedni, akkor is férfiakat látok a háttérben. És általában mindig és mindenhol férfiakat látok, ha a téma az emberi szenvedés. Férfiakat, akik imádkoznak, politizálnak, üzletelnek és háborúznak. Férfiak alkotnak szigorú törvényeket és építenek égigérő falakat. Férfiak okoskodnak és erőszakoskodnak. Férfiak, mint én. Szégyellem magam. Ne röhögj, te! Kollektív bűnösség! Ne röhögj! Most hallasz először ilyet, hogy kollektív bűnösség? Ez alapján falvakat telepítettek ki ebben az országban! Én nézem, aki röhög. Sokat kell nézned. Szégyellem magam. Tudom, hogy mivel férfi vagyok. Ezzel a szégyennel kell együtt élnem egész életemben. Amiben egyébként téved, hiszen ott a kasztráció. De miért gondolja ezt, hogy erre miért nem kerül sor? Most én sem mondom azt, hogy a lét terhével kell élnem egész életemben, hisz ott a buddhizmus. Tehát tudjuk, hogy erre van egy technológia, hogy le lehet tenni. Tehát miért mond valaki ilyesmit, amikor tudja, hogy van erre egy technológia, amivel le lehet tenni ezt a bűnt? Nem? Na mindegy. Én ezt sem értem a Schilling Árpáddal kapcsolatban, hogy van még fasza, de ténylegesen hogy vállalja, mert hogy ő minden nap szégyenkezik. Hogyha én a Schilling Árpád lennék, aki minden nap szégyelném magam a faszomért meg a herényért, és minden nap azt érezném, hogy minden nap potenciálisan az én faszommal basznak valahol egy nőt, aki sikoltozik, pusztán mert faszom van, azt érezném, hogy ez egy sárga csillag, ez a fasz. És akkor azt mondom, hogy letépném akár a saját faszomat, azt mondom, hogy elmennék inkább, mert civilizált ember vagyok, egy klinikára, és azt kérném, hogy kasztráljanak, és abban a pillanatban végre bazd meg, tényleg jogom lesz belépni a feminizmusba, mert addig csak a szégyenemről tudok számot adni, a forradalmi harcról nem tudok, hiszen én még mindig a szembenézés végső köre vagyok. Mert olyan vagy, mintha zsidóként belépnél a náci pártba, hithű náciként, de hát szégyelled magad, hogy zsidrák vagy, bazd meg. Kajmán, érted? Te még nem léphetsz be, olyan vagy, mint Mózes, aki még nem léphet be. Ez az ígéret földjére. Még az ígéret földjére. Meg kell állnia, ő még vagy nem. Vagy arisztokrata vagy és gyáros, és a kommunista pártba akarsz belépni. Pontosan ez. Csak, érted, azt le lehet tenni, jó, annak születtél. A zsidót nem, oké, de igen. A férfi jó, a buzit sem. Még kevésbé lehet buzit egyébként. De a buzi az nem férfi. Az LNBTQIT XYZ mozgalomba a homoszexualitás, ez nem férfi. Na ez olyan egyébként, mint amit a Mengelejev csinált. Kiosztott egy csomó helyi értéket, pusztán analógiás alapon, és hidd el, hogy lesznek. Tehát most röhögünk, hogy így ugyan már sosem lesz. Most röhögtök. Sosem lesz. Most röhögtök. T, vagy P, vagy R. De hogy is, hát még K sincsen. Hát hogy lehetne? Gondoljátok most ti? Így van. De hogy higgyétek el, hogy a... És mi lesz a Z után? Ezek a fontos kérdések. És a Z után... Z2. Az már. És utána nyitnunk kell egy új periódusos rendszert. Hát és mindegyik kell egy komplet WC-t berendezni, baszod. És akkor majd safe space lesz. Vagy háború. Háború, de úgy, hogy ötre odaérjünk a plázába, amikor kezdődik a film. A Starbucks kaféhoz. Hát mert ott találkozunk, aztán bemegyünk, mozizunk, és utána meg kijövünk, és csajos parti. Ja, világos, de levernek minket, mint a szart, azt vágod. Levernek? Hol? A Instagramon? Vagy hol? Hol majd minket is megszégyenítenek? Puzsér a molesztáló, zaklató,
Zaklató vagy, bazd meg, néztél nőket, meg voltál nővel eleve, kezdjük ott, behatoltál, vágod, vágod, zaklatsz, molesztálsz, izzadsz és szőrös vagy. Jobb, ha nem pofázol. Nők is szőrösek. Főleg az öntudatos nők. Ja, az más. A svéd modell például szőrös lábbal. Az jó, oké, hát őzik-e, hát Istenem. Na de, figyelj, térjünk vissza a filozófikus elképzelt. De sikerült elvenned azoknak a kedvét is ettől, akiknek eddig volt a mozgalmi. Itt már tényleg háború van. Erre, de hogy az a kérdés, hogy erre mivel fog visszalőni a Paprika Kinga? Az őzikére. De ő már muszlim. Ő már okés. Nem, addig, amíg nem látom csador, vagy jó, nem. Burkában, nikábban, csadorban, burkinibe. Igen, egy burkini, legalább egy burkini. Jó, akkor vágy, muszlim, na, lélekben. Ha összegyűlik 30 ezer kattintás, leveszem ezt a burkinit. Ja, ez az. Paprika Kinga. Ja, de akkor még a 4K volt, hogy leveszi a melltartóját, hogy összejön. Ha összejön a kattintás szám, akkor mostantól 5K. Jó, 3! Semmi nem gerjed föl, nem lehet. Így nem lehet, ez nem profi. Én azt gondolom, várj, hogy muszlim, a Rékára, a barátnődre. A tiéd. Hatod anyád, igen. De kurvára. Figyelj, a Paprika Kinga logikus, most végre logikus lett, bazd meg. Te sose értetted őt. Sose. Nem értette a Puzsér, hogy lehet azt mondani, hogy az iszlám oké, amikor valaki egy feminista... Hát pont azért... nincs tárgyasító pillantás, hogyha valaki ízébe zsákba van, hát bazd meg, hát világos. Értitek? Nincs. És egy muszlim országba, de egy fundamentalista fasza muszlim országba, ott bazd meg, megnézel egy nőt, halál fia vagy. Ezért nem akarsz tárgyasító pillantásokat, nem akarod a erőszaknak az előszobáját, hát át kell térni kollektíve iszlámra. És két légy egy csapásra, hát összebékíti a két kultúrát, antirasszista is, meg feminista is. Szerintem teljesen tökéletes. Csak mondjuk mi van azokkal a nőkkel, akik szeretnek kihívó módon, ez is hímsovinista kifejezés, de kihívó, nem tudok mást, kihívó módon, vagy hiányos öltözékben. Hadd mondjak valamit neked. Igen, még azokkal valamit, ami, mi lesz? Hadd korrigáljak valamit, amit mondtál. Igen. Nem az ellenforradalom, most nem erre reagálok éppen, amit mondtál, hanem arra, amit korábban mondtál, azért, mert most van alkalmam. Az ellenforradalom? Te nem az ellenforradalom vagy, és mi nem az ellenforradalom vagyunk. Valójában most zajlik a forradalom, még nem nincs kiosztva ez a szerep, hogy ki az ellenforradalom, de én már látom, az meg ott van például a férfi hang, aki jelenleg nagyon egy követ fúj velünk. Érted? Értem. Nagyon egy követ. Úgy hívják, hogy a gender kurucin fúj. Igen, én azt gondolom, hogy ő már inkább az ellenforradalom, de még ez még most még mindig nem látszik. Igen. Lehet, hogy majd róla fog lehasadni az ellenforradalom, igen, hogy ő se lesz az. Érted? Igen. Tehát, hogy ezt most még nem látjuk. Most még csak zajlik ez a dolog, most gerjed föl, és még nem tudjuk, hogy ki az ellenforradalom, ez most egy rossz fénytörés, amiben mi most úgy tűnünk föl, mint az ellenforradalom. Mi nem gondoljuk azt se. Hogy mondjam, mi az ellenkezőjét se gondoljuk annak, amit ők mondanak. Mi vagyunk a centrum. De ezt most komolyan mondom, mi nem vagyunk szexisták, mi tényleg nem vagyunk szexisták, és főleg azért nem vagyunk szexisták egyikünk se. Mert mind a ketten, hogy mondjam... Jó, ha most komolyan beszélünk. Most komolyan beszélünk. Akkor... Azért, mert mind a ketten gátlásosak vagyunk. Valójában, valójában ezért. Valójában azért, mert... Jó, morálunk sincs, de nekünk, hogy mondjam, morálunk sincs, de mi morálunkat nem próbálták meg rendesen soha, hiszen mindig is gátlásosak voltunk. Igen, és... Tehát, hogy ez alapján mondhatjuk, hogy de kurva morálisak vagyunk, de valójában komplexusosak. Ezt így hívják. Jó, én egyébként meg is írtam most egyik cikkem, hogy világéletem, hogy gyáva voltam a nőkkel, nem hogy előszakoskodni, bazd meg! De rám is ez igaz! Hozzáérni nem mertem! Na, akkor rólam meg... Hozzáérni! Rólam meg azt tudjátok, mielőtt megkezdjük a diskurzust erről, rólam meg azt tudjátok, hogy engem meg az akkor a doktornőm, a terapeutám... Nem adsz? De
adok, csak ne a mikrofonba mondjak, hogy jaj, kérek, kérsz ilyen szart. De udvariasságból. Udvariasságból beszélsz a mikrofonba? Jó, jó. Tehát. A... Mi a faszomról volt? Hát ez az. Így csinálsz te velem 500-szor. Egy órán belül. Szóval miről volt szó? Arról az ellenforradalomról, Robi, hogy mi nem vagyunk ellenforradalom, mi gátlásosok vagyunk, mi mindig is gátlásosok voltunk, és azt kell tudni rólad, hogy... Doktornő, itt valaki kommunikál velem. Itt valaki egy fordulatszámon pörög velem. Lehet, hogy remek. Helyet kéne cserélned, a mellette lévővel. Én azt csak egy valamit szeretnék elmesélni nektek. Hogy én egy kurva gátlásos csávú vagyok. Az én morálom nem lett megpróbálva így szexuális ajánlattételügyben soha. Szerintem egyébként ezért vagyunk kurva autentikusak, mert ugyanolyanok vagyunk ilyen tekintetben, mint a Schilling. Érted? Na, kikérem magamnak. Nem érted? Ilyen tekintetben. De a Schilling... Nem érted? A Schilling ugyanilyen, mint mi. Most tényleg nem. Gátlásos, értelmiségi csávó, aki egyáltalán nem mer ajánlatot tenni, egyáltalán nem meri elővenni a faszát nyilvánosan, egyáltalán nem mer nyomulni a nőkre. Érted? Ez most vicces, de szerintem nem. Nem, én szerintem meg így van. Szerintem nem, itt vitatkozok veled. Én nem viccelődöm. Jó, én, lehet, hogy most nem, de nem értek veled egyet. Jó. Nem értek veled egyet. Én nekem a doktornőm azt tanácsolta, hogy az első 5 randin ne is fogjam meg annak a csajnak a kezét. Mert általában azt csináltam, hogy így... Tehát, hogy olyan szinten nem tudtam csajozni, olyan szinten nem tudtam, hogy így minden pici visszajelzést ilyen teljes teljes engedélynek vettem. És megpróbáltam mondjuk lesmocizni. És akkor a smocizásnak a kísérletétől, ő azt visszautasította. Molesztálás. Igen, addig úgy tűnt, hogy ez egy jó stratégia. Ő attól így visszarettent. Uh-huh. És én pedig ebben a helyzetben így nagyon megszégyenültem, olyan volt, mintha nyakon öntöttek volna hideg vízzel, érted? És így utána fél éven keresztül nem mertem oda menni senkihez. Érted? Utána fél évig kellett gyűjtögetnem a bátorságomat, hogy valakihez oda menjek, de hogy nyira kevés önbizalommal, hogy azonnal újabb negyed évre elment a kedvem az egésztől, és újra, tehát hogy ez ilyen, ilyen nyomorú, tehát hogy ez ilyen nyomorúságos. Amikor a Robival megismerkedtem, néhány nő elindult kifelé. Amikor a Robi... Na, de hát ha valami, ha volt értelme ennek, az meg a már is teljesül. Amikor a Robi... Úgy gondolták, hogy te azért férfiasabb vagy, de hát... Igen. Sajnos a Robi... Vagy küldjetek be néhány buzicsávot, aki meg basz. Igen. Na. Közi. Képzeljétek el, amikor a Robival összeismerkedtem, és akkor elkezdtünk... Az összes nővel, csak beszarod. Összeismerkedtem, és... És ilyen filmterveik voltak, a Robinak volt egy találmány terve, de ez annyira jellemző rá, hogy azt mondja, figyelj, akkor még nem volt csillag születik, nem volt, akkor egy nagy senki volt, értitek, és persze a csajoknak se kellett, és ilyen fam, engem a visszautasítás annyira tönkre tud tenni, annyira készülök, hogy kitaláltam, bazd meg, szabadalmaztatni kéne egy olyan szemüveget, ami van egy kis mérőműszer, és a nőknek a feromon kipárolgásába így mutatja, mint a Terminátorba, tudod, látod, ahogy mennek ez az én szuperhősöm, de ez nincs ilyen szuper, de hogy valójában én ezt találtam, már csak meg kéne rajzolni a képregényt, abszolút. Vagy jelentkezzen nálam, aki megrajzolja a képregényt, akinek az a szuperképessége, hogy kifejleszt egy ilyen feromon mérőt, ami a kipárolgásból megmondja, és van rajta egy szemüveg, és látja, hogy kik azok, akik... Csak így, mert egyáltalán oda... De gondolj bele, hogy úgy már, hogy így megvan a feromon megerősítés, úgy már oda milyen mersz menni. És a doktornőm azt mondta, hogy az első 5 randin a kezét sem szabad megfogni. De tényleg, ez így Schilling Árpád is így csajozik. Én sose randiztam. Ez első 5 randin a kezét sem szabad megfogni, és a, mondjuk a harmadik, negyedik randin már nem érti a csaj, hogy mi a faszt akarsz tőle, mert a faszt azt nem. Szóval, hogy,
hogy miért vagy itt, mit keresel itt, és akkor elkezd ilyen visszajelzéseket adni folyamatosan. Hogy így megerősítsen téged, hogy így ő a maga részéről ma estére már nincs más dolga, mint te. És akkor így már így feldöltődsz annyi visszajelzéssel, hogy már így mersz lépni, és akkor sikerül összejönni vele. Érted? Tehát, hogy így, és ezek voltak azok a módszerek, amelyekkel én képes voltam ajánlatot tenni. Tehát, hogy minket ez a dolog, hogy így hoppá, véletlenül elővettük a faszunkat egy nőnek a jelenlétében, aki mondjuk nekünk tőlünk függ a fizetése. Tehát, hogy nem merültek fel soha. Még az Andor jelenlétében se szóval. Az igazság, hogy rakjuk be, én azt kérem, mert börtön lesz a vége, bazd meg. Ne rakjuk be, börtön, csak mutassuk lesz meg a közönségnek. Vagy akkor is börtön lesz a vége? Akkor is mindenképpen. Még nem. Tudod, hogy mi a nagyon érdekes? Hány perc ez, mert nekem volna egy fontos mondani. Andor be akar rakni valamit még azon kívül. Hány perc? Kettő. Jó, oké. Mehet. Egy nagy vonalú pillanat. Most papúr legfrissebb hír, most kaptam, itt látom az interneten, hogy az ELTE-n kiírták, illetve itt van a cím a papírnak, a pályázatnak, az jelentkezte is társadalmi nemek tanulmánya mesterképzési szakra. Ez elvileg ősztől indulna, ez egy pótjelentkezés, valószínűleg azért, mert nem volt annyi jelentkező, hogy egy tanszéket indítsanak. Na most felolvasnám önnek a kötelező kurzusokat, hogy itt kik és mit tanítanak. Parancsoljon. Tehát azt mondja, férfi erőszak a dinoszauruszok korától napjaikig. Dr. Kohn Eugénia, ő tanítja. Hogyan ne váljunk nemi erőszak áldozatává, Dr. Björk Cukson, Malmői Egyetem. A konditermek, mint a patriarchális elnyomás szimbólumai kövérése. Miért vagyok szingli már lassan 8 éve, és ez miért jó nekem, kövéremese? Nem érintkezés megtagadása, mint emancipációs eszköz, kék Ovánia. Ilyen nevet még nem is hallottam. Aztán a harmadik világból érkező bevándorlás pozitív hatása a 21. századi nők szexuális életére. Evelyn Eros szakja. Aztán a 6 éven aluli fiúk kasztrálásának társadalmi előnyei, Dr. Mészáros Izolda. És akkor ezen felül szabadon választható, homoszexuális férfiak a haladásért, a nemi és társadalmi egyenjogúságért a történelem folyamán. Otto Weininger. Vallási kisebbségek szexuális felszabadítása, Abu Musad a Zakavi Rakkai Iszlám Szabad Egyetem. Na most erről csak annyit, hogy Rakka az nem olyan régen még az iszlám állam központja volt. De még most is az. Igen. Az öngyilkosság, mint megváltás a feminista irodalomban, kövér emese. Aztán miért kellett egy társadalmi nemek tanulmánya előadónak annyit keresnie, mint egy parlamenti képviselőnek? Úgyhogy gyakorlatilag ezeket fogják mesterszakon, egyetemi szinten tanítani ezen az ELTE-nek, ezen a szakán, ami az úgynevezett gender szak, a hétköznapi nyelven fogalmazva. Hát köszönöm szépen, hogy ezt most megismertette velünk, hogy valójában amikor ezt halljuk, hogy gender, tudjuk, hogy hát ez valamilyen nekünk nem tetsző dolog, de most amiket elmondott, ez egy ijesztő dolog, ijesztő perspektíva. És annál is inkább, mert osztrák tanároktól hallom, hogy például ugye tanári felvételnél ez egy szempont, hogy valaki ezekkel tisztában van. Tehát ennek megfelelően kell a gyerekekkel foglalkozni, mondjuk, hogyha, mit tudom én, akár matekot, akár idegen nyelvet tanít, akkor is. Ezek már elavult dolgok, papu, a matek meg az idegen nyelv. Nem, de hogy a tanároknak ezt magukévá kell tenni, hogy én mondjam. Ezt, amiket most nem felsorolt, amit eddig úgy tudtunk csak, hogy ez a gender, de nem tetszik nekünk, de most ez megmutatja a tartalmát mindennek. Igen, ez egészen konkrét, ez van a jelentkezési lapon, ezek a kötelező, illetve szabadon választott szakok.
És akkor van itt még egy ilyen, hogy gyakorlati modulok, gender tanulmányok az iszlám államban, rakka, tehát konkrétan az iszlám államban. Aztán nem váltás ház, nem váltás házilag, Kovácsné Szabados Gyula. Érdekes neve van, nem? Kovácsné Szabados Gyula. Nem váltás házilag, ez a szakneve. Tehát magyarul az a tény, hogy az iszlám államot az Egyesült Államok hadügyminisztériuma, a Pentagon hozta létre, pénzelte, infrastruktúrát adott, egyenruhát adott, zsoltot adott, fegyvert adott, mindent adott, azt most megpróbálják kulturális vonalon, ilyen módon hozzánk behozni. Ugye, mert az iszlám állam egyeteme, a Rakkai Egyetemről fog idejönni valami nagyon kérdett terrorista, és azt fog előadni az eltét. Most tudja, mi az a volt a torkomra a só, hogy ugye én ezen az egyetemen szereztem a diplomámat. Ezt az egyetemet még annak idén ugye Pázmány Péter alapította, Nagyszombaton, mert ugye akkor muszlim megszállás alatt volt az ország, tehát nem tudta Budán megalapítani. Szóval borzalmas. Na szóval erre kell fölkészülni kulturálisan. Mindezt Anna azért kerestem elő, mert az úr elmondta előttem nem sokkal, hogy mit látott a Nemzeti Színházba. Jó, igen, de a Nemzeti Színházba kapcsolatban... Kovácsné Szabados Gyula. Itt mind a három név nagyon, nagyon fontos. Kovács a férj, ő Szabados, és hát Gyula. Most, hogyha Szabados, akkor hadd legyen már Gyula. De a Szabadosból következik az, hogy ő Gyula. Bár Kovácsné. A gyökerei az a kovácsnéság. A szabadossága pedig hát egy gyulaságot okoz. Érted? Így képződik át a testetlen a szellemen keresztül az anyagiba. Na. Csodálatos. Kovácsné Szabados Gyula. És még egy mentőved is dobtak a nyomorultaknak a Kovácsné Szabados Gyula képében, hogy így vegyétek észre, hello! Itt egy Howard Stern így integet. De nem. Nem. Kovácsné Szabados Gyula. Milyen különös neve van a kolléganőnek, aki írta a disszertációt, ugye? Házilag, nem váltás házilag. Ja, nem váltás házilag. Kovácsné Szabados Gyula. Ez az az érdekes, hogy ebben a közegben, tehát ez csodálatos, mert itt, mert a média hack az az, ami meg tudja mutatni a modernből, behatol a posztmodernbe, és úgy hasítja fel, hogy a posztmodern arra így nem tud tulajdonképpen rá se ébred. Soha. Soha. Úgy csodálatos ez a mém, hogy akik beszéltek róla, soha meg nem tudják, hogy nem történt meg soha. Hanem ők valójában mindig is az álmaikkal kommunikálnak. Érted? És ez a világ már nem kommunikál azzal a világgal, és az a világ már nem kommunikál ezzel a világgal. És valójában mi itt a tengelyben vagyunk, azok vagyunk, akik hekkelnek, vagy akik élvezik a hekkelést. És az egyik oldalon vannak azok, akik beszopják, a másik oldalon meg vannak azok, akik akiket meghekkelnek a gender kurzus. Érted? Hát kérlek. Odaadod a mikrofont. Röviden. Ez egy offline mém volt, és hogyha ez online készült volna, biztos, hogy nem jutott volna ekkorát. Ez az egyik, mert hogy ott volt egy papír alapú, kézzel fogható valami. És Robi mondtad, hogy a neten fogják megvívni a 21. században ezeket a nagy ideológiai háborúkat. De az a baj az internettel, hogy ott safe space-eket lehet létrehozni, zárt közösségeket, ahol topzódhatnak ezek az ideológiák, és nem kerülnek egymással konfliktusba, megérintkezésbe. Meg föl sem merül, hogy megmérjék, hogy mennyit érnek a valóság mérlegén. Így van, és azt akartam mondani, hogy viszont a városok, mint nagy hatalmas safe space-ek, az én véleményem szerint egyébként, van a mai modern városok, teljesen egyre inkább ideológiailag kilugozódnak. Mai modern városok nem szépen. Légy szíves, ne szólj be. Köszönöm. És
És a neten keresztül nem tudod megcsinálni ezt a hackkelést, mert nem tudod elérni ezeket az embereket, de ha csinálsz egy offline mémet, amivel így beteríted ezt a hatalmas offline sales space-t, ahol mozognak azok az emberek, akik egyébként hazamennek és az egyetemről, meg a munkahelyről, és bemennek a saját is online sales space-ükbe, bezárkóznak, de az utcán nem tudnak bezárkózni ezzelől, meg az egyetemen. És így meg tudod hackkelni azt a sales space-t. És nem tudod ezeket az embereket, vagy ezeket az ideológiákkal, és hogy nem tudod felvenni a küzdelmet, csak is humorral, ezzel a pamflettel, ezekkel a mémekkel. És ezzel is csak azt tudod elérni, hogy hiteltelenné válnak, és szépen is szétmorzsolódnak a picsába. És majd, ha valami az összes így szétmorzsolódott, megszűnt és eltűnt a picsába, elsüllyedt, akkor tudsz valamit ebből a trágyából egy újat építeni. És ez az egyetlen eszközünk, ami most van. Na most csak az a kérdés, jó, hogy mikor történik meg az, hogy átveszem a háromszor, hogy egy... Sajnálom, mondani valóm lenne, MeToo kampányról. De ide nekem is van mondani valóm a MeToo kampányról. Hogy így egy faszi háromszor kérdezte meg, hogy ráérsz pénteken vagy sem. Mi van? Kettős kereszt MeToo. Na. Hogy így egy faszi háromszor kérdezte meg, hogy ráérsz pénteken vagy sem. És ez mint erőszak? Ez mint kettős erőszak. Kereszt MeToo. MeToo. Uh-huh. Érted? Világos. Ez a jövője ennek, mert tudod, már a mém mozgatja, már a 21. század mozgatja. A 20. században az egész a büntető törvénykönyv alapján a büntetőbíróság előtt zajlott volna. A 21. században mindez a weben zajlik, kommentfelületekben, és ott zajlik a végrehajtás. És a végrehajtással kezdődik a per. Tudod, ez az elképesztő. Ilyen perek még nem voltak az emberiség történetében, mint amilyenek most zajlanak. És rögtön elkezdték leszalámizni a saját értelmiségüket. Nézed meg Tóta V. Árpádot. Nézed meg Schilling Árpádot. Isten hozott titeket itt a gettóban. Ti se értitek, hogy kerültetek ide? Hogy szalámiztak le titeket ide? Az öregeket... A Weinstein az a Clintonnak volt az embere. Az nem egy republikánus csávó. Az a Clintoni... Ez egy új forradalom. Érted? A igen. Clintonnak volt az embere. Ahogy a Marton a balliberálisoknak volt az embere. De azt vágott, hogy ehhez kellett a Trump. Ugyanaz. De azt vágott, hogy ehhez kellett a Trump. Ha nem lett volna a Trump, tudod, mi hanem ez? Győztek áldozat, volna. Áldozat, az öregeket föláldozzuk, bazd meg a forradalom oldalán, a saját öregeinket. Bezony. Bezony, nem, ebből formálunk magunknak kiválasztottságtudatot, hogy mi valóban a 21. századhoz tartozunk. Valójában ez semmi, figyelj, itt az egyetlen mondd el, aztán vázolni, doktrína, az egyetlen doktrína az a fallosrombolás. Na, én most vázolnám az egészet. Kérlek, vázold az egészet. Az történik, hogy... Egyrészt a MeToo kampánnyal az a baj, nem az a baj, hogy gusztustalan, undorító állatok zaklattak nőket, és lebuknak, és törvény előtt a helyük, vagy a nyilvános megszégyenítő székbe. Ez világos. Egyrészt a MeToo kampány az kifejezetten a fehér heteroszexuális férfira lett kihegyezve. Miközben tudjuk, itt volt a Cosby ügy, ahol egy feka komikust följelentett 50-valahány nő. Ebből az 50-valahány följelentésből egy jutott el a vádemelésig. A Cosby beleszart az egészbe, azt mondta, hogy a nők hülyék meg hazudnak, és elment turnéra. Volt egy homokos ügy, egy, nem tudom, Egan nevű színész följelentette az akárkit, nem jut most eszem, Zingert, egy buzit, és hogy megerőszakolt a 17 éves korában, mert az ilyen vad meleg partikat csinált meg minden. Az egészből semmi nem lett, a följelentőt hazugnak nyilvánították. A Zinger az meg kibaszott nagy 300 000 dolláros kártérítést követelt. De itt van a Weinstein, amit persze oké, hogy zsidó, és a Kurucinfo hozta a formáját, hogy a zsidó erőszakolja az árja nőket, ezért olvastam föl a nem kövér ujjak, hanem piszkos ujjak, ragadozó ujjak, mindegy, hogy a zsidó ujjai ez a lényeg, hogy megerőszakolják az árja nőket, erre volt egy kicsit ilyen ironikus reflexió. A lényeg, hogy
hogy a szélső, a régi típusú szélsőjobb szubkultúráján kívül a Weinstein fehér heteroszexuális férfi. És ez még hagyján, mert rendben van, megérdemli, disznó gazember, oké. Okay. De utána jön a MeToo kampány, ahol az egész férfinemet a vádlottak padjára ültetik. Mint hogyha öreg gazdag nyanyák nem csinálnák ezt. Mint ha leszbikus körökben nem menne ilyen egyáltalán. Mint hogyha meleg férfi homokos körökben ilyen egyáltalán nem menne. Nonsense. Nonsense. Csak a fehér heteroszexuális férfi. Tehát itt már gyanús lett nekem ez az egész. A második, amit itt a Robi a maga elvont módján próbált magyarázni, hogy az erőszak fogalmát kiterjesztik. Nemi erőszak kísérlete, molesztálás, zaklatás, bunkóság, nyomulás. Vágjátok? Egybe lett mosva az egész, minden erőszak. Abban a Robinak igaza van, hogy fallosz romboló, persze, de nem ez a lényeg. Nem ez a lényeg. Fölmerült az, hogy egy férfi hogy lehet feminista, meg miért lehet feminista. Hát én kurván, sok férfi feminista van, és egyik agresszívebb állat, mint a másik. Bezony, bezony, és nehogy azt higgyétek, hogy homoszexuálisok. Nehogy azt higgyétek, hogy a többségük öngyűlölő férfi, süket duma, nem igaz, Robi beszopta, nem igaz. Nem öngyűlölő férfi, nem olyan, mint az öngyűlölő antiszemita zsidó, aki nem tudja földolgozni, meg Stockholm-szindrómába szenvedés, és azért zsidózik, mert van ilyen, mert hogy valahogy rüheli, utálja, megpróbál ettől megszabadulni, és azonosul az agresszorral. Vannak, niggerező, fekák, zsidózó, zsidók, ez ismert. Nem, a feminista férfiak többsége nem ilyen. Nem bűntudatos férfi, egyáltalán nem. Nem is nőies, pinátnövesztő férfi típus. Most átvitt értelembe gondoltam. Nem. Van ilyen köztük, öngyűlölő is van, nagyon kevés. A feminista férfiak, azok olyanok, mint a bolsevikok, meg a jakobinusok. Vágjátok? És azért feministák, erre most jöttem rá, erre a napokban jöttem rá a MeToo kampány kapcsán. Azért feministák, mert ma azt a típusú jakobinus bolsevik balos forradalmat a feminizmus viszi. Vágjátok? A ragadozók oda mennek. Mert a feminizmus az eszköz. Nem a nőkről szól. Kurvára nem. Egyáltalán nem. Az ember átalakításáról szól, a totalitárius hatalomról szól, és ugyanazt az embertípust bevonza, mint a bolsevizmus. Feminista férfi leszek, mert így lehetek komisszár. A feminizmus eszköz, nem cél. Nem női társadalmat kell elképzelni. Szó nincs róla, ez egy totalitárius diktatúrára való törekvés. És miért a feminizmus? Miért a nők? Miért a megerőszakolás? Hogy manipulál minket a MeToo kampány? Nem is érdekelt engem egyébként az egész Weinstein ügy. Megbukott egy mocskos disznó, megérdemelte, így volt. Szóval én nézem, hogy milyen politikai hordalékai, meg hulladékai vannak az egésznek. Meg hogy kik osszák meg, meg jön a MeToo kampány, és az miket állít, meg milyen cikkek jönnek utána. Itt kezdtem el ezzel foglalkozni. És a nők megerőszakolása, meg a nők zaklatása, az egy olyan erős impulzus, mindenkinek van, nekem kislányom van, anyja mindenkinek van, szerelme, barátnője, felesége sok embernek van, sok férfinak női barátja is van, nekem például mindig volt női barátom, mert nagyon szerettem nőkkel megbeszélni a problémáimat, mert más szempontokat hoztak, mint a férfiak. Kolléganője mindenkinek van, tehát ez közvetlenül érint minket, közvetlenül, értitek? És a kulturális baloldal ezáltal behatol, belénk hatol az intim szférán keresztül.
És a feminista férfiak többsége nem nőies és nem öngyűlölő. A Schilling Árpád szövege egy, na, lehet, hogy ő személyesen, nem tudom, nem ismerem. De az ilyen típusú vallomások, konfessziók, egy nagy bullshit, bocsáss egy lófasz. Ezek, mindjárt csak a mondatot befejezem. Ezek olyanok, mint a bolsevikok. Értitek? Ezen keresztül lehet az embert megragadni, és a totalitárius gondolkodásnak a vírusát beleinjekciózni az elmékbe. Hát ilyenek a feminista férfiak. Na akkor most olvasom. Szégyellem magam. Tudom, hogy mivel férfi vagyok, ezzel a szégyennel kell együtt élnem egész életemben. Tudom, hogy egész életemben vezekelnem kell az összes férfi nevében, mert amit férfiak elkövettek ebben a világban, arra nincs mentség és nincs bocsánat. Tudod, az is tévedés, hogyha ezt valaki a fehérekkel kapcsolatban mondja el, de kisebb. Ez még az annak az előző. Érted, miről beszélek? Érted, miről beszélek? A rasszizmusról beszéltél? Igen. Az már nem hat. Az nem hat. Az volt a glokrit. Most már a nő. Már egy új diskurzus és van. És tudod, mi lesz a következő manipulációs eszköz? És tudod, hogy mi a nagy előnye ennek a diskurzusnak? Hogy ahhoz a diskurzushoz ki kellett jönni, bazd meg, a Starbucksból. Ehhez nem kell. Egyébként miért pont a Starbucksot hozod mindig, az ilyen szimbóluma valaminek? Ez most nem viccből kérdezem. Tudod, hogy minek a szimbóluma? Annak a gyors étteremláncnak, amelyik már nem is ad enni. Annak a gyors étteremláncnak, amelyik már így kvázi kávét ad, kvázi csak egy kiválasztottságtudatot ad, vagy ad egy kávét, amiben az esetek 62%-ában van koffein. Érted? Tehát, hogy valójában már igazából kávét sem ad. Ez az ilyen koffeinmentes, alkoholmentes... Nem érted. Valójában csak a McDonald's kedvéért jársz a McDonald's-ba, nem eszel. Világos. Érted? Mi a Starbucks? Érted? Mi a Starbucks? A köztestér élvezete arra való hivatkozással, hogy kávézom. Tehát ez a kávézom dolog, ez valójában arról szól, hogy szeretném bedugni az eszközömet, tölteni, és szeretnék itt is eszközözni, és itt otthon érzem magam, itt a Starbucksban, ez a safe space. Ez lett a safe space helyett. A 68-nak volt egy álma a safe space-ről, és a Starbucks teljesült. Ez az igazság. A hamburger nélküli McDonald's teljesült. McDonald's minusz hamburger, minusz sült krumpli. Ez a Starbucks. Ez. Aha. Ez. Ne, egy hivatkozás. Egy hivatkozás. A Starbucks már csak egy hivatkozás. Az már csak egy hivatkozás arra, hogy én itt fogyasztok. Már nincs fogyasztás. És? Már igazából csak az elképesztő, hogy mondjam, az a jó létfészke. A Starbucks. És nem véletlen, hogy onnan, az origója, az volt az zéró pontja ennek a forradalomnak. Mert ez egy Starbucks forradalom. Milyen Starbucks? Tehát ugye, ezt kell érteni. A McDonald's-szal nem lenne igazad. Még a Coca-Cola-val se lenne igazad. Mert itt még mindig van termék. A Starbucks-nál már nincs termék. Senki nem kávéért megy. Értsd, hogy senki nem kávéért megy. Már nem. Itt már átbillent. Itt már valami más van. A köztes tér, az interzóna, a kultúrák közti tér. Az a tér, ahol nem ér utol, így igazából semmi, ami nincs előgyártva. Nincs előgyártva, és nincs mentesítve mindentől, ami dráma, de ezért mindentől, ami katarzis. Érted? Így katarzismentesítették a világunkat. Így. Ez volt a módja. Érted? Fölolvastad ezt a részt. És azt mondod, hogy ugye a rasszizmussal már nem. A munkásokkal, meg a szegénységgel már rég nem. Már rég nem vagyunk szolidárisok. Mindenki leszarja a másikat. És a végső árulás volt? De a nőkkel még igen. Az még hat, érted? Hat, de mi az ára, hogy eláruljuk 68-at? 68 igazi szellemét, a szabad szexualitást, minden mást is. A szabad, a vonatkozás nélküli tudatot, ami az LSD, érted? A társadalomból való kizuhanás jogát, ezt minden játszuk a Starbucksban. Értsd már,
társadalmilag is, ez már nem csak politika. A politika ennek már csak a politika... Ettől totalitárius. Na jó, arról van szó, hogy az eszmei térben születik valami, és annak az árnyéka rávetül a világra, és az a politika. Ja, értem. És tudod, mi jön a nők után még, bazd meg? Egy vaklóért nem adnám, érted? Ahogy itt ül, ez egy régi falusi mondás. A gyerekbántalmazás, érted? Ami még durvább, még felkavaróbb, mint a nők megerőszakolása. Bármiben fogadom, hogy a gyerekbántalmazás lesz a következő olyan kampány meg eszköz, amivel a kulturális baloldal beatol. És őszintén, de tudod, hogy mi a kurva érdekes, hogy itt a bántalmazásnál, bármiféle bántalmazásnál soha nincs szó a verbális bántalmazásról, mindig csak a fizikai bántalmazásról. Soha nincsen szó arról, hogy a traumáknak a nagy részéért sokszor, hát azt kell, hogy mondjam, hogy nem mondom, hogy nagyobb részéért, de azt sem merem mondani, hogy kisebb részéért. Inkább úgy mondom, hogy a feléért. A verbális bántalmazás, de az nem feltétlenül passzív, az lehet őrjöngő is, nagyon aktív, és még mindig verbális. Érted? Nem a passzív agresszió az a verbális bántalmazásnak csak egyetlen művelete. Az az elképesztő, hogy a passzív agressziót tette magáévá ez a gender kurzus. Valójában, ha az a kérdés, hogy mert hogy ők a Starbucks gender nemzedéke, ők az új élcsapat, de mi a fegyver? Mi a fegyver? Mi a pengeél, amivel ránk támadnak az életünkre? Vagy az életmódunkra? Vagy az identitásunkra? Tudod, mi ez? A szexualitás fölötti kontroll. Nem. A szexualitás fölötti kontroll, Robi. Nem. De. Nem. Az áldozati pózok. Ez a pengeél. Ez az, amiben hasít. Tudod, ez. Nem ez, hogy mindig az áldozat beszél. Persze, hogy nem mond egymásnak ellen. De valójában az áldozati póz a lényeg. Az a magva a műveletnek. Az összes verbális erőszak, amit elkövetnek, annak a felhatalmazását mind az áldozati póz adja meg. Abszolút. Az áldozati póz, ez az új, az áldozati póz, az új mozgalmi ideológia, de ez már megvolt a náciknak. De ez már megvolt a bolsevikoknak, de soha nem ennyire dominánsan. Érted? És itt van a harmadik. Eljött a harmadik művelet, és tudtuk, hogy három lesz. Hisz három, a három a szám. Háromnak kellett szabadság, a egyenlőség, testvériség. El kellett, hogy jöjjön a szabadságnak a totalizmusa is. Végül. De ez az áldozati póz, ez egy jó gondolat. Áldozati póz, az új ideológia. Ezt tudod, mit jelent? Nincs szükség ideológiára, többé nincs szükség ideológiára. Behatoltak a safe space-be, és ez az új ideológia, ez a sikoly. Tudod? Ez a sikoly, hogy behatoltak a safe space-embe. Tudod, hogy mi az elképesztő? Hogy amikor most ezt kiárasztja magából a gender kurzus, tudod, hogy hány SDS van jelen, hogy fogékony legyen erre? 5. 5 SDS van. Nálunk? A magyar politikában 5 SDS van. Momentum. Az első SDS a DK. A holokausz sérült SDS. A második SDS az Együtt. A Wall Street párti SDS. A harmadik SDS a Párbeszéd, a maoista SDS. A negyedik SDS az LMP, a szociálisan érzékeny zöld SDS. Az ötödik a Momentum, a pragmatista elvtelen SDS. 5 SDS. Ez lett abból, hogy az SDS az 1% alatt esett ki a parlamentből 2010-ben. Ez lett. 5 új SDS-re töredezett fel. És tudod, az az elképesztő, hogy mi még úgy vagyunk LMP-sek, hogy már ez meg van terhelve Iron Werberrel, már meg van terhelve egy női kvótával. Nem áll. Dehogy is nem. Szél Bernadett meghirdette a női kvóta követelését. Természetesen. Azt hittem a Szabó Timi. Nem. Nem. Szél Berni. Jaj. Szóval, hogy így vagyunk mi, így próbálunk mi LMP-seknek látszani, hogy úgy, hogy ráfutunk erre a dologra, hogy még mindig ez a legvállalhatóbb, miközben látjuk, hogy a gender kurzus úgy ragadja el a pártok lelkét, hogy nem létrehoznak egy női pártot. Mert ez lenne a korrekt. Aha. Tehát a demokratikus felépítmény, meg a demokratikus működés az azt követelné, hogy ehhez a programhoz állíts fel egy női pártot, kizárólag női tagokkal, kizárólag női potentátokkal,
és indulj el a választáson, és mérjük meg, hogy ez mennyit ér a magyar társadalom szerint, vagy Európa társadalmai szerint. Mennyit ér a női párt, mennyit ér annak a női energiák. Mérjük ezt meg a választásokon. És akkor kiderülne, hogy 3%? Vagy 4? Svédországban ez felszaladna 13-ra. Vagy 17-re. Érted? És akkor kiderülne, hogy mennyien támogatják ezt a politikai programot. Csak eddig így voltunk a politikai programokkal. Jött egy politikai program, alakult belőle egy párt, megmérte magát, 2% eltűnt a kurva anyjába. Jött egy új ilyen ideológia, ami megszervezett egy pártot. Megint indult a választásokon. Kiderült, hogy 7% bejutott a parlamentbe. Volt négy éven keresztül egy ciklust, és kiderült, hogy hát vagy leszalámizta a kormány, vagy megalkudott annyi éven keresztül, hogy végül kiesett. És aztán eltűnt. De most mi a fasz van? Tehát most mi van? Tehát emögé a genderista ideológia mögé nem áll be egy párt, és nem mondja azt, hogy mi ebben hiszünk, hogy a nők jobb politikusok, mint a férfiak, ezért a mi pártunkban csak nők indulhatnak. De nincs egy ilyen, hanem ilyen alattomos, mert alattomos módon ragadják el, mert ez a Starbucks forradalom. Ilyen alattomos módon ragadják el a baloldali pártok lelkét. Valójában nem, valójában egy nagyon hangos, nagyon aktív, nagyon kisebbség olyan nyomást, olyan internetes nyomást, meg olyan internetes média nyomást tud gyakorolni a politikára, hogy így sorban ragadja el. Figyelj, azt tudod, hogy már a női kvóta mellett kiállt a DK is. Gyurcsány is. Érted? Tehát, hogy nem tudnak ellenállni, de nem arról van szó, hogy ők nem úgy lépnek be a politikába, mint az összes eddigi politikai program. Nem érted? Teljesen más módon. Ők nem alakítanak egy női pártot. Erről beszélünk. Igen, igen. Erről beszélünk. Igen. Hogy ez hogy jut át a kultúrán keresztül. Pontosan. A mémeken, az interneten, igen. Nem, valójában de ezt gyártotta elő a fókusz. Hát ezt gyártotta elő a fókusz. Az akták. Ezt gyártotta elő a TV2 meg az RTL ezekkel a reality kiárusításával. A reklámszfotok mentén. Érted? Valójában arról van szó, hogy az emberi sorsokat kiárusították, és az embereket erre rászoktatták. Jaj, és aztán jött az internet, és ezt az egész műveletet így átvette egy más szinten. És ott jött el a forradalom. Ott jött el a gender forradalom, ahol már egy Marton Lászlók sincsenek biztonságban. Meg Weinsteinnek. Hiába támogatta a Clinton. Weinstein, azt te... Jó, Stein. De így már nincsen sportértéke zsidózni. Az az igazság, hogy... Az mondani, hogy Spielberg úgy, hogy nem erőszakolt senkit az úgy, bazd meg, érted? Lófasz ez, persze. Igazad van. Én csak romantizáltam a zsidózásról. A 20. század osztam egy kicsit. És itt van 5 SDS, és mint az 5 SDS, plusz az MSZP, az a 6. Így mindegyik, így... Így, Jobbik is lesz még 7. És a Jobbik lesz a 7. te magad légy. Von a Gábor. Ez a jelenlévő jobbikosoknak szólt. Ragadd el. Figyelj, szolgáld ki. Tehát ilyen sokan akarják azt, hogy legyen egy szájba baszott kvóta, és te is szeretsz baszni. Miért ne legyen minden harmadik jelölt nő? És mind szopkodja a faszodat, már előtted is van. Nem? Legyen kvóta! Legyen végre nemi egyenlőség, minden nő férjen a faszomhoz. Nehogy már ezek a rossz fej csávók, akik bazd meg ráadásul még értelmesebbek is adott esetben, már szarabbul néznek ki, kevésbé basznám őket. Nyilvánvalóan egy férfi nem értelmesebb, mint egy nő. De a szélső értékekben, de... Ez lehet ma azt mondani, hogy szexizmus. Na jó. Ez lehet azt mondani, hogy szexizmus. De valójában arról van szó, hogy a férfiak szélső értékekben minden tekintetben jobban teljesítenek. Akár a 100 méteres futásban, akár a súlyok felemelésében. De ez a történeti akár konstrukció. Tehát, hogy teljesen mindegy, bármivel, de ez nem kultúra. Tehát az, hogy 100 métert milyen sebességgel futsz le, az nem kulturális. Nem tanult. Jó. Mert fingod nincs róla, hogy van olyan feminista irányzat, jó, hogy azt mondja, hogy a te nemi szerved, a biológiai küllemed is történik. De nem érted, hogy én vagyok feminista?
Csak hadd magyarázzam el. De ezt mindenki tudja. De elmondom, hogy miért vagyok feminista. Elmondom, hogy miért vagyok feminista. Azért, mert mi, férfiak, a szélső értékekben jobban teljesítünk. De a nőknek van plusz egy funkciójuk. Érted? Tehát olyan, hogy mi szedán vagyunk, ők meg kombi. És mi egy olyan szedán vagyunk, aki egy picit kevesebbet fogyaszt, egy picit gyorsabban megy, egy picit biztonságosabb, egy picit kényelmesebb, egy picit több USB elosztó van rajta, egy picit minden szemben, tehát egy még mérhető mértékben még mindig kicsit jobbak vagyunk a szedánnal, de ő meg egy kombi, érted? Ő egy plusz egy funkciót tud. Olyan dolgot tud, amit mi nem tudunk. Egy olyan szentségbe van beavatva minden nő, amihez mi nem érünk föl. Érted? Mi egy ilyen hideg űrben vagyunk, egy ilyen hideg űrben lebegünk. Egy szigeten. És erről a szigetről vizsgáljuk a világot, és így beszélünk róla. A nő az meg személyes, szerves, termő összefüggés. Érted? Egy olyan beavatottság státuszában van, amire mi csak vágyunk. Úgy, hogy minden kibaszott mérték szerint, minden kibaszott téren egy nagyon picit jobban teljesítünk. És a nők elirigyelték tőlünk, és ez szerintem a 21. század, vagy a 21. századra való ráfutásnak a nagy tévedése. Elirigyelték tőlünk azt a plusz 1-2 százalékot, vagy 1-2 ezreléket, az Isten tudja. De inkább az utóbbi, azt hiszem, amivel mi jobban teljesítünk a szélső értékekben, mint ők. És ezért odadobták a picsába azt a pluszt, amit ők tudnak, mi meg egyáltalán nem tudunk, nem is indulunk azon a pályán. Érted? Tehát, hogy én csak arról beszélek, hogy mennyivel fejlettebbek a nők, és hogy mennyire csekély jár ezért az, hogy mondjuk lassabban futnak, vagy szarabbul pingpongoznak. Érted? Baszni egyébként jobban tudnak, ha már itt tartunk. Itt valaki ellent mond. A nyilas, az, hogy a nyilas tagozat itt megszólalt, nem írja macák. Alá. A macák. És még jó, nem ez szubjektív volt, most ezt most ez nem úgy értettem. Persze. Ja, jobban basznak, persze. Robi. Szóval, én csak arról beszélek, hogy itt egy nagy... A remízbe. Hogy? A remízbe. Ezt elmondtad sokszor. És véleményem szerint, bár szép gondolatok, és sok mindennel egyetértek, alapvetően szerintem tévedsz a gender tekintve. Mert az nem a nemek harca, és nem a nők lázadása a férfiak ellen. Azt csak kihasználják, Robi. Ez egy új totalitárius valami, amiben férfiak is részt vesztek. Nem voltál itt, amikor elmondtam, hogy az ilyen férfi feministák nem azért lettek feministák, mint mondjuk te. Vagy mert öngyűlölők, meg mert gátlásosak, meg a faszom. Nem ezért, nem ezért, hallod? Hanem azért, mert ma ez az új bolsevizmus. A férfi feministák többsége... Utolsó nagy baloldali ideológia. Férfias és agresszív, mint az állat. Tudjátok, mire vágyom? Hogy a férfi feministákról kiderüljön, basz meg, hogy erőszakolók, meg ilyenek. Szóval ez, ha így de jó lenne, ha mindegyik így járna, mint a Weinstein. Tudod, hogy miről van szó? Arról van szó, hogy eljött az a nemzedéke a forradalomnak, amelyik már az ellen lép fel, amiért kitört a forradalom. Ez a forradalom 68-ban dört ki a szabad szexualitásért, meg azért, hogy szabadon tehess ajánlatot nőknek. Ezért tört ki a forradalom. Ez volt a forradalmi ideológia. Ez volt a 68 forradalmi ideológiája. Ez volt a szexuális forradalom. És most ez már, ha viszont itt tartunk... Burkini forradalom. Ellenforradalom. Ők az ellenforradalom. Ezt mondom. Ők a bigottéria ellenforradalma. Ja. Szóval, hogy... Figyelj, Robi, nem vélsz felfedezni mély azonosságot a neoprotestantizmus és a gender között? Noha ellenségek. Érted? Nem ugyanaz valahol? Érted? Nem lehet, hogy Kálvinból jött ki ez az egész? Figyelj, felolvasom. De. Annyira puritán. Azaz, új puritanizmus. Új puritanizmus.
Tudom, hogy egész életemben vezekelnem kell az összes férfi nevében, mert amit férfiak elkövettek ebben a világban, arra nincs mentség és nincs bocsánat. Hiába kérek bocsánatot, az nem elég. Az el nem követett bűnről beszélünk, vágod? Tehát vágod, hogy ott tartunk, ahol a Rajk László, amikor beismerte azokat a vádakat, amiket nem követett el, mert meggyőzték arról, hogy a forradalomnak szüksége van, hát a forradalomnak, ugye, a világforradalom. A világforradalomnak, hát figyelj, arról van szó, hogy a pártnak szüksége van arra, hogy te jugoszláv kém légy. Enélkül nem valósulhat meg a kommunizmus. Neked itt és most ez egy Krisztus újratermelés önmagadból. Te neked kell lenned, egy nagyot kell hazudnunk, és itt lesz. Érted? Egy nagyot kell hazudnunk. Ezt a hazugságot még meg kell tennünk. Azt kell hazudnunk, hogy te Rajk László jugoszláv kém voltál, és akkor teljesül a kommunizmus. És Rajk László úgy állt oda a bitó alá, hogy azt mondta, hogy ilyen a kommunizmus, és tisztelet. A Szovjetunió. Igen. Még azt is mondta. Szégyellem magam, írja Schilling Árpád. Tudom, hogy mivel férfi vagyok, ezzel a szégyennel együtt kell érnem egész életemben. Tudom, hogy egész életemben vezekelnem kell az összes férfi nevében, mert amit férfiak elkövettek ebben a világban, arra nincs mentség és nincs bocsánat. Hiába kérek bocsánatot, az nem elég. Tudom, hogy figyelnem kell minden szavamra, minden tettemre. Akkor is, amikor a feleségemre nézek. Akkor is, amikor a gyerekeimhez érek. Akkor is, amikor emberek között vagyok, és akkor is, ha csak ülök és hallgatok. Emlékeznem kell minden szörnyűségre, amit férfiként valaha elkövettem. Te, most képzelj el, hogy... Azért követtem el ezeket a szörnyűségeket, mert azt gondoltam, hogy igazam van, hogy nálam van az igazság, sőt, egyedül nálam lehet az igazság. Ezért bűnhődök, amíg élek. Amiért egyszer valaha úgy gondoltam, hogy én majd megmutatom, mi az igazság és mi az élet. Schilling Árpád. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Tudod, hogy mi ez? Ez a férfi gyűlölet, hiszek egyje. Abszolút, abszolút. Ez a férfi gyűlölet. De várjál. A hiszek egyje. Most képzeld el, hogy ennek az embernek hatalom van a kezében. Na most én egy valamit kérdeznék. Ne haragudj. Ennek az embernek hatalom van a kezében. Ez az ember egy színházi rendező, a magyar értelmiségnek az egyik hangadó, meghatározó figurája. Nem kell, marginális, nem kell ingatnod a fejedet, marginális. Nem marginális, nem. Tudod, mi az igazság? Hogyha én ekkora ember vagyok, mint a Schilling Árpád, és az én feleségemet molesztálták, vagy az én feleségemet erőszakolták, én nem maradok kusban, csak azért, mert egy másik színháznak a másik rendezője követte el. Marton László, az én feleségemet, én vagyok Schilling Árpád, az én feleségemet molesztálta, az én feleségemet zaklatta, és én ezen föl vagyok háborodva. Nem várom ki a MeToo kampányt. Hát nem várom ki, az biztos. Hanem én akkor elégtételt követelek ezért a rettenetes sérelemért. Vagy a sérelem nem valóságos, vagy a hiszti nem az. Vagy taktika van mögötte, Robi, politika. De valójában... Vágod? De valójában az a gyarmatiság van az egész mögött. Tudod, az a Amerikából most jött. Az a miska csoki, amit levetítettem, vágod? De hogy arra gondolsz, hogy... Arra a miska csokira, amit levetítettem, arra gondolok, igen. Uh-huh. Arra. Uh-huh. Arra. Hogy nekünk le kell gyártanunk magunkból a magyar miatt. Most jött be ide Amerika. Igen. Ez a miska. Ez a miska, nekünk is kell egy Weinsteinnek lenni, ez a Marton. Marton a magyar Weinstein. Arról van szó, hogy ennyire gagyi az egész, hogy most, hogy szezonja lett, Schilling Árpád coming out-ol, meg Schilling Árpád felesége coming out-ol. Mi volt eddig? Nem kapták meg a felhatalmazást Hollywoodból? Vagy mi volt eddig? Vagy nem történt erőszak, vagy ha történt, akkor... Most fel lett oldva a hallgatás törvénye, az omerta? Mi történt? Hogy most szabad? Most indult be a forradalom. Ja, no csak. Vágod. Megkapták a jóváhagyást a központi bizottságtól. A Komintern. Nem, központi, az történt, tudod? Hogy Acél György leszólt. Most
szabad. És most megtörténik. Megtörténik, és tudod mi az elképesztő, hogy az áldozat is kommunista. Pont olyan, mint a Rajkkal való leszámolás. Abszolút. Igen. És hogy valójában arról van szó, hogy most szezon van. Mindenki jöjjön elő a sztoriával, amilyen van. A legdurvább sztoriával. Tehát nem arról van szó, hogyha valaki tudott nem ilyen erőszakról eddig, az most mondja el, hanem arról van szó, hogy me too. Érted? Nem arról van szó, hogy elő az erőszakkal. Mert ha erről lenne szó, akkor a beküldött videók hatod ennyien lennének. Érted? Arról van szó, hogy me too. Én is áldozat vagyok. Érted? Hát ez, kenjünk be cukrozott mézzel egy hashtaget, és hát passzuk föl. Hadd zabálják. Hadd verjék magukat rajta. Ugye? Me too. Ugye? Ennek nincs feltétele. Ennek mindannyian megfelelünk. Minket is zaklattak már szexuálisan, bármit is jelent ez. Én is voltam már úgy párkapcsolatban, hogy egy, az a kihívás elé kerültem, hogy megbasszak-e valakit. Me too. Engem is egy nő el akar csábítani, amikor nekem csajom volt, és nem kérdezte meg előtte, hogy csajom van-e. Milyen kurva érdekes? Neki ez talán mindegy is volt? Nem lehet. Ja, nem lehet, túlságosan van faszom. Tehát arról van szó, hogy át kell operálnom magam, és már is lehet. Áldozathibáztató vagy. Na jó, de erre ott van az operáció. Áldozathibáztató. Érted? Ez egyébként tényleg... Na most várjál, van egy másik kérdésem. Modellezzük a MeToo, az interneten most volt egy kurva érdekes, hogy modellezném a MeToo diskurzust. Ez, hát figyeljetek, mondom én, igen, tényleg szörnyűség, de a férfiaknak is vannak, tehát ott is vannak áldozatok, áldozathibáztató vagy, fogd be a pofát, kus. Jó, de én nem ezt mondom, igen, megértem a nőket, de hát mit tudom, a melegeknél, meg máshol is előfordul. Áldozathibáztató vagy, fogd be a pofádat, kus. Jó, én értem ezt az egész MeToo kampányt, és teljesen én rendben van, csak nem kéne politikailag meg áldozathibáztató vagy, fogd be a pofádat, kus. És ez így végig, érted? Jó, hát ezt én is megkaptam a napokban. De az igazság, hogy a Schilling az egy nagyhatalmú színházi ember. Hogy a faszban van az, hogy az egyik színházigazgató, a másik színházigazgató ellen nem indított eljárást valami 15 éven keresztül. Nem tudott róla. Most tudta meg, mert megjelent a MeToo hashtag, és a felesége azt mondta, hogy na figyelj, Árpi, most elmondok neked valamit. Kurva életben, hogy most szóltál! Ha már megtörtént volna a forradalom, régen lezajlott volna, már nem lenne fasz az országban! De most van a Weinstein. Végre megszólaltál! Most kaptuk meg New Yorkból a központi bizottságtól, a Komintern központjától, az elvtársaktól, az UK-t, érted? Az ottani Clinton-Stalintól, érted? Hogy most kitörhet a világforradalom már. Nem, arról van szó, hogy... Elvtársak, és még Magyarországra is eljuttak, vannak magyar. De hogy ez valójában sosem mond, mindig úgy gondoltuk, hogy egy ilyen Komintern határozatként jön be, és nem úgy, mint egy ilyen szigetheti jegy. Nagyon hülye vagy te, Robi, bazd. De nem? Hogy ez egy lehetőség, baszod? Nem. Tehát, hogy ez egy lehetőség, hogy kipihent magad. Tehát nem arról van szó, hogy ez most egy feladat, érted, amit el kell végezni, hogy győzzön a forradalom, hanem egy nagyon jó alkalom, hogy megkönnyebbülj. Na, de csak a komfortzónán belül, sőt, beljebb. Kicsit beljebb. Tehát, hogy valójában ez egy olyan forradalom, ami egy kicsit beljebb visz a komfortzónádba. Itt nem kell háborúzni, sőt, most még túlságosan háborúzni kell. Még egy kicsit békésebbnek kell lenni, és akkor győz. De a békésebb az nem azt jelenti, hogy mondjuk ilyen agyafurt módon kell kibaszni a másikkal, mint ahogyan a Gandhi csinálta. Érted? Nem. Az azt jelenti, hogy kell kérni még egy ilyen pumpkin latte, koffeinmentes, cukormentes, laktózmentes kapucsinót. Így kell elvégezni a műveletet. A véleményedre vagyok kíváncsi a következő dallal kapcsolatban. Várjál. A szövege miatt
ezt hogy értékelnék most? Hintó. Nem hallgassuk meg az egészet. Látom, ez a hintó. Ez a hintó. A szökött néger fegyenc balladája. A szökött néger fegyenc balladája. Zseniális. Szóval senki nem játszott a tátrai, meg a bókok. Még a tátra talán nem is volt ott, de most a csóka volt ott, hogy csinálod, az a kemény. Kézedben a fegyverrel, mondd hova mész. Kézedben a fegyverrel, mondd hova mész. Ilyen felvétel a Jimmy Hendrix. Érted? Ami ilyen kurva jó lenne, mint a hobó. Csodálatos ez a szám, mert a Jimi Hendrix sosem tudta ilyen jól följátszani, mint a Hobo Blues Band, mert a Jimi Hendrix az mindig annyira szét volt, mindig csapva, mindig annyira be volt baszva, meg annyira be volt LSD-zve, meg annyira be volt mindenezve minden pillanatban, hogy gyakorlatilag nincs olyan szintű felvétel, mint amit itt a Hobo. Tehát, hogy arról van szó, hogy a Hobo, meg a Doug Bill, meg a Polka Egon ennyire egyszerűen összeszedték magukat annyira, amennyire a Jimi Hendrix az egész pályafutása alatt nem. Ettől, de most ez komolyan így van, de a Jimi Hendrix, de nézzetek körül a YouTube-on, nem fogtok ilyen minőségű feldolgozást találni a Hey Joe-ról a Jimi Hendrix-től. Mert a Jimi Hendrix az egész identitását, az volt 68, látod, abszolút, ott született. Abszolút. Ez a forradalom ott született, és itt fajzik el. Tehát valójában szó nincs arról, hogy mi ellenforradalmárok vagyunk. Mi vagyunk a forradalom, mi megint Antonok, érted? Tehát valójában mi vagyunk a forradalomnak. Pedig én annyira vizionáltam magam ilyen vandéi hercegként, aki így a huhogók élén, így a királypártiakkal megindítja az utolsó ilyen reménytelen, kilátástalan küzdelmet. Hadd kérdezzek valamit. A Gurmai Zita, az minket akar képviselni? Tehát ez a képviselőnő, ez minket akar képviselni, amikor önmagát nem tudta. Hány éve történt ez az eset? Amiről itt a Gurmai Zita beszél? Még a második világháborúban. Még az előző eónban. Tehát eltelt egy eón. Felnőttek a tündék. Felnőttek az orkok. Felnőttek a törpök. Felnőttek a hobbitok, és ezek mind kihaltak, és az a picsa még mindig nem mesélt el, hogy mi történt vele. Na,
Jaj, bocsánat, bocsánat, a képviselődő. Kint várnak téged. Igen, igen, egy latéval. A hátsó ajtón. A hátsó ajtón lesz. Aj, de hülye vettem. Szóval, nem, ők azok, akik fölkirálták nekünk az igazi szabadságot. A szabadságot a saját faszunktól. Szabaduljunk meg. De tényleg szabaduljunk meg. Legyen az erekció végre behatolás önmagunkba. Vannak erélyek. Nem. Tudod, hogy ki az az, tudod, hogy ki az igazi, tudod, hogy ki az, akit igazából szabad fölvenni a feminista mozgalomba? Na. Nem olyan férfiak, mint amilyenek Schilling Árpádok, akiknek faszuk van, és közben azt kiabálják, hogy le a fasszal. Képmutatóak. Hogy képzelik ezt egy fasszal? Mi? Szerintem egyféle feltétele van a pina. Ez azt jelenti, hogy ott, ahol most fasz van, ott legyen egy fasznyi űr. Ez az egyetlen feltétele, különben nem oldottuk meg a problémát. Így lehet gyökerestül megoldani a problémát. Az ellenség a fasz. De akkor viszont hirdessük meg rendesen a harcot, és legyen a feltétel az az, hogy alakítsd át magad. Az átalakító műtét az pont erről szól. Kifordítanak. Fogják a faszodat, és kifordítják puncivá. De egy csomó nő van egyébként, akinek a punciát fasszá alakítják, érted? Azok az ellenforradalom, majd lehet belőle. Nagyon messze vannak attól, hogy ellenforradalmárok legyenek, de már beléphetnek a pártba. Ez az ellenforradalom. Az ellenforradalom ugyanúgy a faszból fogja levezetni magát, mint ahogyan a forradalom a punciból, vagy a fasznyi űrből. Ne legyen kétségetek, nehogy azt higgyétek, hogy majd az ellenforradalom olyan lesz, mint mi. Csak álmodozzatok! Ez sokkal sovinisztább lesz. Amire sokáig azt fogjátok mondani, hogy a Puzsér meg a Fam határozta meg az utat. Ezen kell végig menni. Hát a Marx meg az Engels. Hát igen. Mi vagy? A Lenint várjuk. Jó, tudom, ha ráhasonlítok, de most funkcionális. Azért várjuk a Lenint, hogy végre egy olyan rendes faszt, ami már megvan munkálva a satupad alatt, egy olyat fölcsatoljon minden nőre. És akkor végre levertük az ellenforradalmat. Addig nem. Értsd meg! Nem győzünk addig, amíg nincsen minden emberen fasz. Értsed! Értsed az új ideológiát! Figyelj, bazd meg! Értjük a támadást, és képezzük a kihívásnak a kellő és jogos válaszát önmagunkból. Értsd meg! Csatolja, érted, biztos, hogy arról van szó, hogy az, akinek pinája van, annak azért van pinája, mert nem akarja megváltani a világot. Nem akarja megsegíteni a világot, nem akar behatolni a világba. Nincsen dolga vele, nem érez részvétet a világ iránt, nem akarja megbaszni, hogy jobban érezze magát. Szó sincs róla! Ő kivonul a világból! Hadd szenvedjen a világ! Ő csak a saját szészmészében akarja jól érezni magát, ugye? Hát mi értjük, hogy mi a morális tennivaló ebben a helyzetben. Be kell hatolni a világba, és addig kell baszni, amíg el nem élvez. Ez az új ideológia. Ez az új ideológia. Különben szenved. Minden pillanatban szenved, ne röhögjél! Minden pillanatban szenved, amíg nem baszom szét. Most ne röhögjél, minél jobban baszom, annál kegyelmesebb ez az aktus. Meg irgalmazok neki, hiszen már nem élvezett nagyon régóta. Lehet egyébként, hogy ez a kellő válasz. Ebből lesz a 21. századnak a nagy tömegpusztító fegyvere, amikor ez a kettő összecsap. És akkor ott fölcsattam valami ösztrogénből és tesztoszteromból. És az ösztrogén-tesztoszteron egyesül, és az valami hasonló lesz a nemi identitásnak, mint ami a fizikának volt a hidrogénbomba. Ja, és erre gondoltam. A bikini szigeteken volt a robbantás. Ugye? Ja. Mostantól, aki leveszi a melltartót, az védve van. Teljesen. Ja. Szóval mi az az igazság, hogy a Kormai Zitával
együtt tudunk érezni. Együtt tudunk érezni, mert minket is erőszakoltak már meg millióféle módon. Például megerőszakoltak minket azzal, hogy azt szerették volna, hogy elővegyük a faszunkat. De mi ilyen gátlásos emberek vagyunk, akik nem veszük elő. Kapd elő! Annyira. Igen, ezek voltak azok a szituációk, amikor a legnagyobb hiba lett volna előkapni, hiszen az egész identitásunkat tettük volna kockára azt, ami most belebeszél ebbe a mikrofonba, érted? A legnagyobb hiba lett volna. De hogy így mindig is volt egy kihívás, mindig volt egy felhívás, nem? Erre. Itt és most vedd elő a faszod. Hiszen amikor előveszed a faszod, az valójában pontosan tudjuk, hogy az csak egy nagyon primitív ajánlattétel. Pontosan tudjuk, hogy nem nemi erőszak, ugye? És főleg, hogyha meg én nem vagyok a te főnököd, és úgy veszem elő a faszomat, akkor meg még kevésbé ajánlattétel. Akkor arról van szó, hogy semmiféleképpen sem nemi erőszak, és semmiféleképpen sem zaklatás. Tehát kimerül a dolog ott, hogy te beültél az autómba, én elővettem a faszom, te kiszálltál, és most azt hazudod, hogy ott megsérültél, te nyomorult. Hogy voltál összerakva, te szerencsétlen, hogyha 28 évesen egy faszlátványától elromlottál? Erre azt mondja... De most ezt komolyan kérdezem, biztos megbaszott az apád, amiről nem beszélhetsz. Na, várjál. Jó, és most ez csak egy forgatókönyv. Szélsőséges vagy, de... Jó, nem, ez csak egy forgatókönyv. De hogy lehet a fasz látványától egy 28 éves vagy 26 éves nőnek úgy megsérülni, hogy ő erről úgy számoljon be, hogy me too? Nem erről. Hogy zaklatás áldozata vagyok. De a lényege ennek az, figyelj, hogy fölnézett a rendezőre, és hogy hú, ő most így bekerült a nagy színházi elitba, az kiderült, hogy csak apuncia kell. Érted? Itt ez volt a törés. Ja. Kiderült, de akkor valójában mivel volt az igazi probléma? Most én őszintén kérdezem. Mert ez egy kettős probléma. De hogy valójában a kérdést nem kell megspórolni. A Marton Lászlóval volt a probléma? Vagy ennek a Schilling Árpád feleségének az... Ez így már nem mehet tovább, hogy nem tudom a nevét a nőnek. Sárosdi Lillának az illúzióival. Érted? Neki voltak ilyen illúziói, vagy a világgal kapcsolatban, hogy az értékeli az igazi tehetséget, vagy magával kapcsolatban, hogy ő az igazi tehetség. Valószínűleg mindkettővel kapcsolatban. És ezek az illúziók itt eltörtek. És ezért a fasz a felelős? Amit elővett a Marton László? Vagy nem lehet, hogy ezért ennek a Lillának az én képe, az addigi én képe, meg hogy a Lillának az erről a helyzetről, amikor beül egy rendező autójába, az erről a helyzetről való fogalmai voltak hiányosak? Csak ez a kérdés. Naív vagyok, igen. Sose hallott a diványról. Jó. Ebben az esetben el kellett bírnia egy faszlátványát hány évesen? Itt 14. 14? Jó, csak viccelt. Általános iskolás. Nem voltam ott, nem én vagyok a Marton László. Tehát ha nem vagy ott és nem vagy te a Marton László, akkor 14. Értjük. Itt a kispolgár kikéreckedne a Hanvas Béla könyvnek az árnyékából, mert itt nagyon hűvös. Itt a maga részéről azt mondaná, hogy ő szeretné kérni a liba pecsenyét. Igen. És készen áll tanúskodni önmaga vértanúságáról. Lófaszt, hátbaszúrni a barátomat pénzért. Ez a saját vértanúságom, te hülye vagy, bazd meg. El lehet tanúskodni. Szóval nekem az a kifejezetten az az élményem, hogy itt most szezon van. Vadász szezon. Hát kurvára. És a vadász szezon az arról szól... És te vagy a vad, Robi, nem sokára. Hogy én nagyon rossz vad leszek, az az igazság, mert... Enfant terrible. Mert nekem nincsenek ilyen sztoriaim, hiszen soha senkinek nem voltam a főnöke. Ezért ugyanakkor a kísértés volt az, hogy egy csávót elcsábítsak, aki a beosztottam, hogy basszunk. És sikerült? Mint hogy egy nőt. Ugyanennyi esélyem volt, érted? Magyarán mert soha nem voltam a senkinek a főnöke. És ha ezt eddig megúsztam, most már így fogom folytatni is. De Starkey, hogy soha, ha bárkinek ajánlatod, ajánlatot teszek, mondjuk egy olyan ajánlatot merek tenni, hogy így nem akarod esetleg meghallgatni
a Radioheadnek ezt az új számát? Tehát mondjuk ezek az én ekkora faszokat tudok én elővenni. Tehát így ez a, nem gondoltad, esetleg is hallottad már azt a változatot is, amit azon a koncerten adott, amit a pincében tartott? Trónak a faszát, érted? Azt mondod a csajoknak, itt várnak, ezért figyelj, unom már ezt a famot, bazd meg, de kurvára, nem olyan jó ez, régen jó volt, már öreg, tehetségtelen, jó leszel, egy nő, kvóta párti vagyok, itt leszel az apu, a fam helyébe. Egy igazi kvóta, egy kvóta csaj, de kurva jó lenne, egy kvóta csaj beülne a helyedre. Az az igazság, hogy meglátnánk, hogy így hogy reagálnának, és valószínűleg azt mondanák, hogy jogos. Ja, bezony. Igen, túl sok fasza volt a falnak. Mindvégig. Tehát, hogy valójában a fallosz rombolás, egy valamit akarnak velünk megértetni a Schilling Árpádok, hogy azokban a pillanatokban, amikor éppen pegyhütten lúg a faszunk, és éppen valami egészen mással foglalkozunk, mondjuk fürdőzünk, vagy alszunk, vagy egy filmet nézünk, akkor is éppen basszuk a világot a pegyhütt faszunkkal. Ez a fő, tehát hogy mondjam, ez maradt vissza 68-ból. A Starbucksba ez hatolt be. Ez a mozgalmi ideológia. Hogy a férfi akkor is, amikor kvázi punci és egy rendező behatol a szellem világában, behatol a terébe és megbassza az ő világát azzal a filmmel, amit végignéz, ő akkor is erőszakolja a világot, hiszen fasza van. Fejét a nemi szervére. Hát lassan. Unom már, munkaidő. Én a szocializmus, én mondtam, 56 Kádár korszak, ez vagyok én, nem értem a MeToo kampányt, meg az új világot. Na. Nekem még a blokkolóra, a gyárba, az az én világom, értitek? Szakközépbe jártam, Egressi Gábor. 302-es elektronikus... Elektronikai. Voltam? Elektronikai műszerész, igen, jobban tudod. Igen. Igen. Na jó, igen, egyébként azok a pillanatok, amikor jobban tudod a haverodnál az ő sztoriait, lehet, hogy azok a pillanatok azok, amikor azt kell mondani, hogy ez volt az apu, azért iszik, mert tessék. Sziasztok, jó éjszakát! Ja, elfelejtettem valamit, bocs, valamit elfelejtettem. A Kassai Lajos, a lovasi jász, meghívott minket magához Somogy megyébe. Én nem tudok lemenni, de nekem nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés. Ő még igazi férfi, és nem a gender férfi. Ha valóban nagy megtiszteltetés lenne, akkor le tudnál menni. Ezt én tenném hozzá. De nekem családom van. Érted? Nem, valójában azt nincs családod. Azt fogják mondani, hogy fasiszta vagyok. Csak egy lányod van. Egy lányod van, meg egy szeretőd. Valójában, és így nem tudsz elmenni a lovasi jászhoz. Ez az igazság. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok! Jó volt. De bazd meg ez a minden fontos dolgot elmond, de minden fontos dolgot elmondunk erről. Bazd meg ez a három alkot. De lesz rá? Még bennem mennyi. Két cikket írtam, bazd meg. Két.